Na, akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó nagy teremben mindenféle biztonsági szabályokat betartva kezdjük el akkor a mai munkánkat. Engedjék meg, hogy először is, mert mélyen megrázott a hír, hogy megkérjem önöket, hogy egy néma felállásra emlékezzünk meg Miklós Mártáról. Nagyon sok közös együtt civil megmozduláson vettünk részt, családokért, újszülöttekért, nagyon sok kecskeméti megszületendő gyerek mellett ott állt az elmúlt évtizedekben. Mózes kosár körbejár programot szerveztünk, az újszülöttek köszöntése a híres hét alatt. Tehát mély megrendeléssel vettem ezt a hírt, sajnos vasárnap, úgyhogy kérem egy pillanatra emlékezzünk róla. Köszönöm szépen, Isten nyugosztalja. A határozott képességgel rendben állunk. Most így technika nélkül vezetjük le a mai közgyűlésünket, vagy legalábbis minimális technikával. Ahogy szoktuk ezt kezdeni, határozatképességünk rendben van, és először a napi rend előtti felszólalásokkal kezdenénk a közgyűlés. Mind a két frakció jelezte a napi rend előtti felszólalását, úgyhogy ezt akkor a Híres Város Szövetségért frakciónak adnám meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Képzeljük el Kecskemétet egy olyan városként, ahol bárki engedély nélkül építhet bármit a saját telkén. Képzeljük el, hogy mi lenne, ha senki nem törődne a törvényben foglalt közúti közlekedés szabályaival. Ahol senki nem akar tenni azért a közösségért, amelynek ő maga is a tagja. Ez bármelyik a rendpártyán álló döntéshozó úgy hívná, anarchia. Szerencsére nekünk nem kell ezzel a problémával szembenézni, hiszen senki nem akar önkényesen beavatkozni a város vérkeringésébe, leszámítva önöket, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim. És hogy miért mondom ezt? Mert ez a város egy aktív civil szférával, a városért szintúgy tenni akaró lokálpatrióta polgárokból is áll, akik a hangja nem juthat el a döntéshozatal végső szintjeire. És higgyék el, tisztelt képviselőtársaim, nagyon sokszor sajnos úgy tűnik, nincs is olyan szándék. Nincs is olyan szándék, hogy a civil kezdeményezések becsatornázására kerüljenek. Hiába van erős civil szféra, ha érdekképviselet nélkül marad. Hiába végzik napról napra erőn felül a dolgukat, ha nem kapnak megfelelő társadalmi támogatottságot. És hiába próbálnak tenni a városukért, ha a harcukban egyedül maradnak. A probléma nem csupán a civilek felé mutatott érdektelenség. A politikai megosztottság is rányomja a bélyegét az alapvetően konstruktív civil, vagy esetlegesen ellenzéki javaslatokra. Problémát jelent az elmúlt évtizedekben elharapódzó társadalmi közbeszéd is, hogy az elképzelések társadalmi súlya helyett az ötletet megfogalmazó társadalmi befolyása vált mértékadóvá. Virágzó társadalmi kommunikáció nélkül nem létezhet virágzó város sem. A civil szervezetek olyan fajta szaktudás birtokosai, amelyek fontosabb döntések meghozatalakor mérvadóak lehetnek. Egy felelősségteljes és demokratikus városvezetésnek mindig figyelembe kell vennie, hogy mi a véleménye a civileknek egy adott döntésről.
A civil kurázsival kiegészülve nem történhetnek olyan hibák, amelyek negatívan befolyásolják a város társadalmi, gazdasági vagy ökológiai helyzetét. Gondolhatunk itt az elmúlt hetekben történt visszásságokra is, vagy problémákra is, úgy, mint a Domus parkoló kérdése, illetve a színház melletti beruházás. A mi célunk egy olyan Kecskemét megteremtése, ahol mindenki véleménye számít, így nem a társadalmi befolyás, hanem a társadalmi hasznosság a mérvadó. Egy olyan városban szeretnénk élni, ahol kiemelt szerepet kapnának a fiatalok az őket érintő kérdések meghozatalkor, ahol nem a társadalmi csoportok feje fölött történne a döntéshozatal, ahol mindenki az érdemeinek megfelelő elismerést kapja. És ami még a társadalmi párbeszédnél is fontosabb, üzenet minden itt a teremben ülő megválasztott tisztségviselő számára, nem csak a mi, a saját civileink, a jó civilek. Köszönöm szépen. Köszönöm, és akkor kérném a Fidesz-KDNP frakciók képviseletét. Tisztelt polgármester asszony! Tisztelt képviselőtársaim! Azért kértem szót a Fidesz-KDNP frakció nevében, hogy felhívjam a figyelmüket néhány fontos dologra. Ha belelapoznak a közgyűlés napirendjébe, akkor láthatják, Kecskeméten, a Szokormederben zajlik az élet, egyszerre működik és fejlődik a város, magától értetődőnek tűnik, hogy ez így van. Teljesen természetesnek vesszük egy olyan rendkívüli időkben is, mint amilyenben idestova két éve élünk, a megszokott kerékvágáson mennek a dolgaink, működik, aminek működnie kell. Közben pedig stratégiai fontosságú fejlesztések valósulnak meg, több százmilliós, olykor pedig milliárd forintos értékben. A legutóbbi közgyűlésen is említettem, hogy az állam 35,5 milliárd forint fejlesztés valósít meg a városban. Megkezdődik az 52-es számú út első üteme, a beruházás értéke 11,5 milliárd. Idén tavasszal pedig már indul a 441-es főút felújítása 8 milliárdért. A Rudolf Laktanya rehabilitációját 12 milliárddal, a termosztár legújabb fejlesztését pedig 4 milliárd forinttal segíti az állam. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az, hogy ma egy biztonsággal működő városról beszélhetünk, komoly fejlesztésekről dönthetünk, annak köszönhető, hogy egy viszályoktól, párton belüli hatalmi harcoktól mentes, egységes Fidesz-KDNP-s vezetése van a városnak. A politikai egység a kiegyensúlyozott sikeres városvezetés alapfeltétele. A sikeres városvezetés egy másik alapfeltétele, hogy létrejöjjön egy nem politikai szempontok alapján szerveződő összefogás a város érdekében, ahol mindenki abban érdekelt, hogy Kecskemét sikeres legyen. A polgármester asszony vezetésével a városunknak sikerült egy nagyon széleskörű összefogást létrehoznia, melyben ott vannak az emberek, a családok, ott vannak a vállalkozások, a legkisebbektől a legnagyobbakig, és ott van a magyar kormány is. Sőt, még vannak baloldali képviselők is, akik, ha a város érdeke úgy kívánja, a politikai ideológiát félre tudják rakni, és a város sikeressége érdekében együtt tudnak velünk gondolkodni, vagy mondjuk inkább úgy, közösen tudunk gondolkodni. Tisztelt képviselőtársaim! Kecskemét jelene és jövője a Fidesz-KDNP politikai egységének, az összefogásnak, vagy az együtt gondolkodásnak hála teljesen biztonságban van, vagy legalábbis eddig biztonságban volt. A Fidesz-KDNP politikai egysége és az arra épülő összefogás több, mint egy tény. Ez egy nagyon komoly versenyelőny. Ez munkahelyekben, új otthonokban, gyarapodó családokban, fejlődő városrészekben mérhető versenyelőny. Egy komoly versenyelőny, amelynek a legfőbb haszonélvezői a kecskeméti emberek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk képviselőként nem lehet más dolgunk, mint hogy megtartsuk és erősítsük a párpolitikán túlmutató város érdekében létrejött összefogást. Nincs és nem is lehet annál fontosabb feladatunk, mint távol tartani Kecskeméttől azokat, akik az összefogásunkat önös politikai érdekből szét akarják verni.
Erre jó példa Bodrozsán Alexandra ténykedése, aki ma a kecskeméti baloldal legmegosztóbb személyisége, aki korábban folyamatosan vitában állt saját pártársával, aztán botrány csinált az előválasztáson, most pedig megosztó személyisége miatt, mint a háború tört volna ki az ellenzék sorai között. Csak nemrég tudtuk meg, hogy Bodrozsán Alexandrának a múlt közgyűlésen fel volt függesztve az ellenzéki frakcióban a tagsága. Visszás előválasztási győzelme miatt. Úgy gondolom, ezzel már vitathatatlan, hogy a baloldalon kilóg a lóláb. De kérdezem én, ha maga a város baloldali ellenzéke nem bízik saját jelöltjében, akkor hogy bízom benne a város baloldali érzelmű lakossága? Tisztelt baloldali képviselőtársaim és kecskeméti baloldali érzelmű lakossága, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az újpesti momentumos által szított ellenzéki hatalmi harc, amely hétről hétre durvul, csak előjátéka annak, ami akkor lesz, ha netalántán parlamenti mandátumhoz is jut. Békétlenség, széthúzás, lecsúszás. Ez lesz. Mi is tudjuk, önök is tudják, egész Kecskemét tisztában van ezzel. Kecskeméten a baloldal a Momentum helyi vezérének köszönhetően ma egyet jelent a pártpolitikai marakodással. Végül is a baloldal egymás közti folyamatos acsarkodása minket, Fidesz-KDNP szövetséget annyira nem zavar. Egészen addig, amíg ez nem hat ki a város működésére, nem üldözi el a város szövetségeseit, nem rombolja szét a város érdekében a nem politikai alapon szerveződő összefogást. Tisztelt kecskemétiek, legyenek óvatosak, hallgassanak a szívükre, határoljanak el a megosztó személyiségektől, csatlakozzanak hozzánk a kecskeméti lokálpatriótákhoz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm a hozzászólásokat mind a két frakció részéről. Ugye el tudjuk kezdeni a mai napirendünk tárgyalását. A meghívón a 20... Igen? Ügyrendi, igen? Tisztelt polgármester asszony, tisztelt jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Én azt gondolom, hogy itt a frakció, Fidesz frakció vezetője azért nem teljesen annak szellemében mondta el, főleg a végét a beszédének, mint ahogy elkezdte. És nem szeretném elmondani, tehát gyakorlatilag tényleg egy olyan dologra hívta fel a figyelmet, ami egyébként önöknek persze természetesen szokatlan, hiszen egy diktatórikusan felépített pártban ott kijelölik az embereket, hogy kik induljanak, míg nálunk nyilván volt egy verseny, aminek voltak utózengéi, voltak mindenféle felhangjai, de én azt gondolom, ez nem ide való. Ez a mi dolgunk, és ezt mi intézzük. Tehát bízzanak benne, hogy gyakorlatilag a következő választáson olyan emberek vesznek részt, akik mind Kecskemét, jobb átételét, fejlődését akarják majd. Mi részünkről is. Köszönöm. Jó, az a helyzet, hogy a helyzeteket nem mi teremtjük. Ezt önök teremtik, ezeket a helyzeteket, és most arról van szó, hogy mindenről csak hallgassunk és maradjunk csöndbe, és a nyilvánosságot is zárjuk ki ebből. Ezt kérik most önök tőlünk. A demokráciát képviselve. Tehát nekem ez jön le ebből a mostani szituációból. Nem mondhatjuk el a véleményünket, nem fogalmazhatja meg a frakció sem, mert ha megfogalmazza, akkor azonnal zárjuk ki a nyilvánosságot ebből a rendszerből. Ez tükrözi a... És a helyzeteket nem mi teremtjük, nem mi okozzuk a feljelentéseket, nem mi állunk ki a sajtó elé, és nem mi gyanúsítjuk meg önöket. Ezeket önök, ez az önök politikája, amit mi most látunk itt a városban. Akkor folytatjuk a napirendet. 23-as sorszámon szereplő előterjesztés tárgyalása során zárt ülés tartható, erről kellene szavazzunk. A javaslat elfogadásához minősített többség kell majd. A közgyűlési meghívó postázását követően került kiküldésre még 2 darab képviselői indítvány, amit kérem, hogy vegyünk a napirendre fel, és javaslom, hogy a 24-es sorszámon tárgyaljuk dr. Fekete Gábor indítványát,
illetve a 35-ös sorszámon pedig Bodrozsán Alexandra képviselőasszony indítványát. Akkor először arról szavazzunk, hogy elfogadják-e, hogy a 23-as sorszámon szereplő előterjesztést zárt ülésen tárgyaljuk. Akkor csinálok ezt egy ellenpróbát, mert úgy látom, hogy egyhangú, ki nem, akkor egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, és akkor a napirend egészéről kérem, hogy döntsünk, hogy elfogadják-e képviselőtársaim, hogy a mai napirenden ezek a pontok szerepeljenek. Jó, és kérek egy ellenpróbát, hogy ki nem, ki tartózkodott, akkor egyhangúan elfogadtuk. Az első napirendünk Kecskemét megyei jogú város önkormányzatának a 21. évi utolsó negyedéves költségvetését összefoglaló módosítása, ugye az, ami lezárta az utolsó hónapokat, azokat a tételeket módosítjuk be a mai közgyűlésen, ugye döntően zömében az összes a fejlesztésekhez kötődő módosítást tartalmazza, hogy azok, ahogy amilyen ütemben zajlanak, azoknak a tételeit rendezzük, és ugye ez kell ahhoz, hogy utána zárszámadást el tudjuk majd az áprilisi-májusi közgyűlésre készíteni. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Nincs? Akkor kérem, szavazzunk az előterjesztéssel. Jó. 12 igen, ki nem fogadta el, és ki tartózkodott. Hét tartózkodással. Igen. Következő napirendi pontunk a városi kitüntetések elismerő címek és díszoklevelek alapításáról szóló rendelet módosítását tartalmazza. Van egy bizottsági módosítás is az előterjesztéshez, mégpedig úgy kéri a bizottság módosítani az elnevezést, hogy Tiringer Ferenc munkássága kerüljön széles körben megismertetésre a helyi média számára, és hogy a díj elnevezésében ne csak a név maradjon, hanem Tiringer Ferenc év kecskeméti mestere díj is legyen megjegyezve. Van-e hozzászólás kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Király képviselő, illetve bizottsági elnök úr is, mint előterjesztő. Igen. Igen, polgármester, tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, tisztelt közgyűlés, polgármester asszony elmondta a lényegét. Igazából a vita azon ment nálunk, hogy mennyire ismert Tiringer Ferenc. És én ott is elmondtam, hogy egyik oldalról látszik az előkészített anyagból is, de az értéktárunk is, ami fölvette védelem alá úgymond büszkén ezt a Tiringer Ferenc alkotásait, illetve munkásságát. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes arra, hogy a múltkor is, illetve jó pár hónapra ezelőtt én ezt kérvényeztem, indítványoztam, hogy ennek a díjnak legyen egy neve. És és azzal, hogy hozzátettük, hogy az évmestere, így elég pontosítottuk azt a fajta dolgot, hogy Tiringer Ferenc ki volt. De egyébként hoztam a Tiringer album, amit nemrégiben jelent meg. Itt minden képviselőnek, és aki nem kapott, mert úgy tudom, hogy a kamara elnöke kapott. De most Falu Györgynek szeretném külön átadni, mert ő volt az, aki nehezményezte, hogy nem sok mindent tud Tiringer Ferencről, de a többieknek is Isten bizony itt van, úgyhogy nagyon szép album, és javas. Jó, akkor majd visszaadom. És kérem a közülést, hogy fogadja el az előterjesztést így. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás, javaslata Stahó Pekári képviselő úr? Úgyis, mint önkormányzati képviselő, úgyis, mint a Kecskeméti Értéktárbizottság elnöke, csak üdvözölni tudom ezt a javaslatot. Példamutató javaslat, olyannyira, hogy én módosító indítvánnyal élnék, mert Kecskeméten még nagyon sok olyan ember van, akiről a díj átadás, a díj odaítélés során meg tudnánk emlékezni úgy, hogy róluk is elnevezünk egy egészségügyi díjat, egy ifjúsági díjat, sorolhatnám tovább. Ezért én javaslom, hogy ne így teljesen random módon egyet kiszúrjunk, és abban így járjunk el,
hanem alakítson az önkormányzat egy munkabizottságot, egy munkacsoportot, mely átvizsgálja a kecskeméti kitüntető címeket, díjakat, illetve átvizsgálja, hogy ezekhez a díjakhoz milyen személyek nevét lehetne hozzárendelni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Igen, tehát, hogy ugye a nagy díjak, ha jól nézzük végig ugye a díjazottainkat, a nagy díjak voltak idáig elnevezve, és akkor most az a javaslat lényege, hogy az év közben adott díjak, a szociális, az ifjúsági, a pedagógus, a mester, a gazdaságfejlesztés, hogy ez tűzoltó, hogy ezeket akkor nézzük át, hogy melyiknél lehet még esetleg ilyen hasonló javaslattal élni, és vizsgáljuk végig a személyeket, akik érdemesek erre. Ez lenne akkor a javaslat lényege. Jó, akkor... És akkor most az a kérdés, hogy akkor most együtt elfogadjuk-e a Tiringer díjat, vagy hozzuk vissza újra, és akkor az összesről együtt döntsünk, ez a kérdés merült még föl. Jó, mint a bizottság előterjesztőjeként. Jó, akkor két dologról kell, hogy szavazzunk, ha jól értem. Az eredeti előterjesztésben lévő határozatot módosítva a bizottsági javaslata, nem? Ja, először a módosító javaslatról. Jó. Igen, a polgármester úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester asszony. Azért azt hozzátenném, hogy itt két különböző dologról beszélünk. Az előterjesztés megvizsgálta, hogy Tiringer Ferenc személyisége, munkássága megfelele annak, hogy a díjhoz kössük. Stahó Pekári képviselő úr javaslata pedig arról szólt, hogy vizsgáljuk meg, hogy egy adott díjhoz ki a legmegfelelőbb személy. Tehát én úgy gondolom, hogy az nem volt vizsgálva, hogy Tiringer Ferencen kívül van-e még olyan személy, vagy olyan munkásságú kecskeméti iparos, akinek a neve fölmerülhetne. Nagyon jó, tehát tévedés ne essék, nem a Tiringer úrnak a munkásságát vagy a javaslatot szeretném ezzel bírálni, csak az én logikám szerint érdemes lenne azért, mielőtt erről így most úgymond random módon, ahogy a rektor úr mondta, döntünk, ezt a javaslatot is úgy átvizsgálni, hogy nézzük meg, hogy a Tiringer úr személyisége, munkássága a legalkalmasabb arra, hogy hozzáadjuk ez a díjhoz, vagy esetleg fölmerülhet más is. Nem szeretnék olyan helyzetet látni, hogy esetleg fölmerül egy csomó javaslat, hogy na de hát miért Tiringer Ferencről neveztük el, miközben ez vagy az vagy amaz is alkalmas lett volna erre. Én így gondolom, de ettől függetlenül, tehát nyilván nem vagyok döntéshozó, csak a véleményemet szerettem volna ezzel itt nyilvánosan is elmondani. Köszönöm. Jó. Akkor igen, elnök úr. Tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Én azt gondolom, hogy októberben, amikor én ezt kértem, és gyakorlatilag előterjesztettem ezt a kérést, azóta elég sok idő eltelt, és volt rá idő gyakorlatilag ezt megvizsgálni. Tehát én nem tudom, mennyi időbe telik az, hogy adott esetben ki az, aki... Semmiféle más egyéb személy nem jelentkezett be azzal, hogy nem alkalmas a Tiringer Ferenc, van ennél jobb is. Tehát én azt mondom, hogy ha most komolyan veszük azokat a dolgokat, ahogy működik egy önkormányzat, és van egy előterjesztés, megcsináljuk, a kollégák a városházán dolgoznak vele, az értéktárba beemeltük, nagyon szép anyag készült ott, a Székelyné is kiegészítette, én úgy emlékszem rá. Én nem látom neki értelmét, hogy ezt most adott esetben vitassuk. Azt lehet, hogy azt mondja a közgyűlés, hogy nem, és akkor nyilván tudomásul kell venni, a többség azt mondja. De én azt szeretném, hogyha elfogadnák, mert higgyék el, hogy gyakorlatilag az az életút, amit ő végigjárt, az, hogy ő nem annyira ismert, ahogy az alpolgármester úr a bizottsági ülésen mondta. Az egyik oldalról a mi hibánk is, a másik oldalról meg én azt gondolom, hogy dolgunk is az, hogy az az aranykor, amiben ugye Kecskemét első aranykorának az egyik mestere alkotott, az tényleg
az a mi dolgunk, hogy adott esetben akár egy ilyen elismeréssel, hogy az évmestere díjat, Tiringer Ferenc évmestere díjról nevezzük el. Ez ad egy olyan lökést annak, hogy tényleg az emberek megnézik azt, hogy kire kell büszkének lenni, ki az, aki a mesteremberek közül is tényleg egy olyan példamutató életutat járt be, mint Tiringer Ferenc. Én ezt javaslom, hogy szavazzunk akkor így. Köszönöm. Én akkor csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy a reggeli tanuló leckéből, a napirend előtti felszólalásból a mai penzumom az, amit megtanultam, hogy a demokráciát képviseljük, és mindenkit vonjuk be, a civileket, és minél szélesebb körben, társadalmi egyeztetésben vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Ezt kaptam feladatul, ha jól emlékeztem, a Híres Város Szövetségért frakcióval, és ha jól értelmezem Stahó Pekári képviselő úrnak a javaslatát, ez pontosan ezt a célt szolgálja. Úgyhogy én a magam eszközével tudom ezt a javaslatot támogatni, amit Stahó Pekári képviselő úr tett, és akkor így alaposabban, széles körben, társadalmi bevonással, civil szervezetek együttműködésével nem csak egy díjat vizsgálunk meg, és nem csak egy díjat készítünk elő, hanem a törvényes, önkormányzati, autonóm elvet figyelembe véve egy széles körű felülvizsgálatot kezdeményezett a rektor úr. Nekem ez jött le a mai leckéből. De hát szavazzon mindenki úgy, ahogy ezt jónak látja a polgármester úr. Köszönöm, még egy érvel szeretném ezt megerősíteni. Bőven van arra időnk, hogy a következő díj kiosztásáig ezt eldöntsük, és a következő díjazott már a személyről is elnevezett díjat kaphatja meg. Tehát semmi nem szorít minket arra, hogy Falu György javaslata, illetve Stahó Pekári elnök úr javaslata alapján valóban egy szélesebb társadalmi konzultációt kezdve állapítsuk meg, hogy ki a legalkalmasabb kecskeméti személyiségek a múltból arra, hogy díjat nevezzünk el róluk. Igen, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Látva, fölmérve a demokrácia adta lehetőségeket, illetve a várható kimenetét, én most jelen pillanatban, mint előterjesztő, illetve annak idején, aki indítványozta, jelen pillanatban addig, amíg ez a felülvizsgálat meg nem történik, én most ezennel visszavonom ezt a jelölésemet. Jó? Köszönöm szépen. Jó. Tehát akkor egy módosító javaslatról. Ja, visszavonta. Igen. Igen. Meg ráadásul el is fogadtuk a jelölését, annó indítványozta ezt képviselő úr, tehát én nem vonnám vissza, mert maga a... Úgy, hogy ebből ne az legyen, hogy nem szavazzuk meg a Tiringer Ferencet erre a díjra, hanem egy... Így fogalmaztuk meg. Így fogalmaztuk meg, és én így értelmeztem professzor úrnak a javaslatát. Ezt hogy kell egyébként most értelmezni, mert itt én egy kicsit gondba vagyok ezzel. Bocsánat, frakcióvezetőként, tehát a mi javaslatunk az volt, nem az, hogy ezt elutasítjuk, hanem az Értékmegőrzés Bizottság, vagy a létrejött munkacsoport vizsgálja meg, hogy Tiringer Ferenc, illetve a többi hasonló díjnál, kik a tehát hogy ezeknél a díjaknál kik a legalkalmasabb erre a díjra. Lehet, hogy Tiringer Ferenc lesz arra a legalkalmasabb, illetve a többieknél pedig jönnek új személyek, és akkor egybe elfogjuk. Ez a mi javaslatunk, semmiképp sem az, hogy ezt elutasítsuk. Ez ha jól értem, Pekár képviselőtársamnak a javaslata. Ez a módosító indítvány. Igen? Hogy szól a határozatunk? Rektor úr? Tisztelt polgármester, asszony, Jezsi úr, képviselőtársaim! Ezúton is elnézést kérek mindenkitől, aki félreértette a szavaimat. Én Király képviselő úr által javasoltakhoz egy olyan módosító indítványt kívántam benyújtani, mely szerint egységesen az összes névhez nem kötött díjhoz egy bizottság vagy egy munkacsoport próbáljon neveket rendelni. Világos, hogy nem minden díjhoz lesz majd név rendelve, mert nem biztos, hogy mindegyik díjhoz találunk majd megfelelő embert, és egységesen egy csomagban ezeknek a díjaknak a névhozzárendelését tárgyalja majd az önkormányzat egy következő ülésen. Viszont nem tudom, arra most ügyrendileg lehetőség van, hogy megalakítjuk a munkacsoportot, vagy arra később kerül sor egy másik ülésen. Köszönöm szépen!
Jó, jegyző úr segített nekem közben itt információba, ugye ez egy rendelettervezet, mert a rendelettervezetnek két része van, hogy az előterjesztésben foglaltakat elfogadjuk, de a rendelettervezetet nem. És ugye az előterjesztés foglaltaknak tartalma az megmarad, és ahhoz az előterjesztési határozathoz érkezik még egy határozati pont, hogy az összes díj megvizsgálásra kerüljön. Tehát most nem fogadunk el rendeletet, hanem előterjesztésnek két határozati pontja lesz, ha jól értelmezem. Egy határozati pontja van, a felülvizsgálatról szól az előterjesztésünk, és nem rendelettervezetet fogadunk el. Így. Jó? Akkor így tisztázva, akkor kérdezem én, hogy nem rendelettervezetről, hanem azt kérdezem, hogy az előterjesztésben foglaltakat kifogadja el azzal a feltétellel, hogy vizsgáljuk meg az összes többi díjnak is a lehetőségét, és alakítsunk munkacsoportot erre a feladatra, és ez a munkacsoport készítse elő az új rendelettervezet módosítását. Így benne volt minden? Jó. Jó, ellenszavazat? Nincsen, akkor egyhangulag így fogadtuk el, és így akkor nem szavazunk a rendelettervezetről. Jó, a következő napirendi pontunk árva és félárva gyerekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulásról szóló rendeletünk módosítása. Ugye ez egy vészhelyzet alatt hozott rendelkezés volt, amit még mindig úgy érzékelek, hogy érdemes meghosszabbítani, és erre tettünk az előterjesztésben javaslatot június 30-ig. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Jó, ellenpróba. Nincs, akkor egyhangulag történt az elfogadása. Település szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása. Kérdezem én elnök urat, hogy a bizottság részéről, a Környezetvédelmi Városrendezési Agrárbizottság részéről van-e valami kiegészítése? Nincsen. Jó. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Ellenpróba. Egyhangulag történt az elfogadása. Következő napirendi pontunk alapítványi források átadásáról szóló döntés meghozatala. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk róla. Ellenpróbát végezzünk, ki nem értett, illetve kitartózkodott. Egyhangulag történt az elfogadása. Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntések meghozatala a következő. Ugye, tisztítsuk meg az országot projekt keretében történt elszámolásunkat és a pályázati részvételünkről. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztéssel. Ellenpróbát kérnék szépen, hogy ki nem értett, ki tartózkodott. Egyhangú volt a döntés. Együttműködési megállapodás megkötése energiaközösség létrehozására. A polgármester úr az előterjesztő kívánja kiegészíteni. Köszönöm. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester asszony, tisztelt jegyző úr, közgyűlés. Egy úttörő kezdeményezést tartalmazza a napirend, mégpedig az energiaközösség létrehozását. Ez egy olyan együttműködés a elképzelés szerint, amiben együttműködik az energiatermelő, az energiafelhasználó, a tároló és a továbbító szektor, és azt a célt szolgálja, hogy egyrészt az elmúlt időszakban tapasztalható ez a globálisan, és ez nem magyar sajátosság, irdatlan mértékű energiaár emelkedés, ami az áramnál két-háromszoros, a gáznál ennél nagyobb is lehet. Ennek a kiküszöbölése, vagy ennek a
számunkra való enyhébbé tétele, illetve az energia kiszolgáltatottság csökkentése olyan energiatermelő rendszerekkel, amelyek függetlenítik részben legalább az önkormányzat, a város intézményeit, lakosságát ezek alól. 9 szervezet vesz részt ennek az együttműködési megállapodásnak az aláírásában, az előbb felsoroltak, és a célok illeszkednek a stratégiai dokumentumaikhoz, a klímastratégiához, a fenntartható közlekedési stratégiához és a többihöz, azzal, hogy megvalósítják azokat az elektromobilitás, a tömegközlekedésben, illetve a személygyűjtésben való megvalósítását, illetve a résztvevők, a Bács Víz, a Termosztár, mint energia cégek és ők energiatermelők is, az MVM, amely villamos műveként napelem parkot telepít. Ennek a rendszernek része a koncepció szerint energiatárolás is, ami szintén tudja enyhíteni a csúcsokat és a fogyasztási és a termelési csúcsokat. Nagyon fontos eleme a koncepciónak, hogy az intézmények energiaellátásán túl ennek a megtermelt energiának a hasznosítása az energiaszegénységben élő lakosságot is szolgál majd a jövőben. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy koncepció, tehát most kezdődik el az a munka, ami a konkrét részleteknek a kidolgozását tartalmazza, és amennyiben ennek a műszaki létrehozása, a megvalósíthatósági számítások, illetve a megtérülési számítások azt mutatják, hogy ez valóban életképes, márpedig erre Európa más részein vannak jó példák, és erre tudunk forrást szerezni, és ez a célja, hogy a Kecskeméti Városfejlesztési Alap is szerepel az együttműködésben, akkor meg fogjuk valósítani. Én egy mondattal szeretném kiegészíteni a határozati javaslatot, mégpedig abból a célból, hogy az elmúlt napokban érkezett a résztvevők részéről néhány apró módosító javaslat, ami érdemben nem befolyásolja az együttműködési megállapodásnak a tartalmát és a szövegét. Tehát azzal egészítsük ki a végén, hogy együttműködési megállapodás szerinti tartalommal szerződés jöjjön létre, melynek és innen kezdődik a kiegészítés. Aláírására felhatalmazza Szemerényi Pataki Klaudia polgármestert, pontosabban most kezdődik, azzal, hogy a partnerek esetleges, nem érdemi módosítási javaslatait a megállapodás megkötésekor vegye figyelembe. Tehát ezzel kiegészítve kérem a tisztelt közgyűlés, hogy támogassa a napirendet. Köszönöm. Van-e hozzászólás kérdése az előterjesztéssel kapcsolatosan? Nincs, akkor kérem, egyetértenek-e azzal, hogy induljunk el egy ilyen újabb vállalkozásba? Szavazzunk. Ja igen, mert nincsen ugye felkonferenci hangunk. Pászti képviselő urat is kérdezném, hogy biztos, hogy nem. Ő is egyetért velem. Jó, köszönöm, akkor egy ellenpróbát is csináljunk. Akkor egyhangú volt a támogatása, köszönjük szépen. Következő megállapodásunk szintén ilyen gyorsan jött lehetőség, de szerintem annál jobb. Együttműködési megállapodás megkötésének a jóváhagyása az úszó nemzet programban történő részvételről. Ugye egyáltalán nem idegen ez a város életében, működő rendszereket tovább tudunk fejleszteni az úszás oktatás területén. Van-e hozzászólás kérdés, az előterjesztéssel kérdés, képviselő úr. Tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Igazából nagyon örömteli, hogy egy ilyen anyagot olvashatunk, hogy nem csak a vízzel való megismerkedés, hanem egy hosszabb távú oktatásról van szó, úszóoktatásról van szó, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy sokszor az a program, amelyet ugye elindítottunk, és azért működik az óvodások számára, az nem mindig úgy ért véget, hogy meg is tanultak úszni. A kérdésem az lenne, hogy itt látszik, hogy egy kört érint ez, egy bizonyos kört érint az óvodák tekintetében, mert nyilván hallottam, hogy az iskolákat is valamilyen szinten, csak ők nem mi hozzánk tartoznak fenntartásilag.
hogy mikor lehet mód és lehetőség a többi óvodának is hasonló képpen benevezni erre, hiszen az esélyegyenlőség az mindenkit megillet. Ez lenne az egyik. A másik nem teljesen ide kapcsolódik, de mégis megkérdezem, mert napi hír, hogy a vizes VB-ről miért maradtunk ki Kecskemét? Van rá valami? Új úszodánk van. Annak idén igen. Arról volt szó az előzőnél, igen. hogy ugye mi belekerülünk, akkor is ugye kimaradtunk, de most úgy de írten... Itt szeretnék Kecskeméten a világbajnokságot random... megszervezni, képviselő. Tessék? Itt szeretnék Kecskeméten a világbajnokságot megszervezni. Én megszervezni. Csak megkérdeztem, hogy esetleg volt arról szó, hogyha lehet hogy Kecskeméten tudni. Szervezünk világbajnokságot. Hát nem, hát az ország szervez, nehez. Csak igen? Ugye, hát ugye Szeged, Debrecen, Budapest... És még egy település, azt hiszem, hogy most fejben nem tudom. Az előzőből a mostaniból sem maradunk ki, hát az úszószövetséges szoros együttműködésben vagyunk, úgyhogy ugyanúgy edzőmérkőzéseket. Most a világbajnokságról kérdeztem, a napi hírekről. Tehát napi politikai aktualitásnál tartunk megint csak. Igen, jó, oké. Okay. Így van. Boldozsán Alexandra képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, és szintén napi hír, ha már úszás, hogy a közösségi oldalon jelent meg az elmúlt napon egy nyílt levél, amit a Swimmeet Egyesület írt polgármesterasszonyhoz, hogy ők kiszorultak az úszodából, és szerették volna megkeresni polgármesterasszonyt, hogy van arra lehetőség, hogy az ő általuk foglalkoztatott és tanított gyerekek újra használhassák az úszodát, és ha már lakossági és civil megkérdezés, akkor közel 500 000 támogatták azt a petíciót, hogy újra úszni tanulhassanak az ő egyesületük keretén belül. Szeretném megkérdezni polgármesterasszonyt, hogy látta ezt a nyílt levelet, és hogy van-e bármi válasza már erre. Köszönöm. Az a helyzet, hogy az összes kecskeméti közösségi nyílt levél oldalakat nem tudom olvasni, és miután egy csomó zárt csoport is van, hozzáférhetetlen is a rendszer, de én azokkal a megkeresésekkel tudok bármi kezdeni, ami közvetlen hozzám érkeznek. És ami közvetlen hozzám érkezik, azzal természetesen foglalkozom. Igen. A polgármester úr. Tisztelt képviselőasszony, nem közvetlenül ezzel kapcsolatban, de az elmúlt hetekben többször volt alkalmam egyeztetni Patai Balázs ügyvezető igazgató úrral. Örömteli hír, hogy az annak idején oly sokat támadott kecskeméti uszoda, ma már szinte azt lehet mondani, hogy kapacitás hiánnyal küzd. Tehát az úszás oktatásnak egyetlen egy korlátja lehet a vízfelület kapacitás hiánya. És még egy a személyi. Tehát, humán erőforrás itt, és vízfelület. Igen, tehát az, ami elháríthatatlan, az a kapacitás hiány, a vízkapacitás hiány. Ha nincs elég oktató kapacitás, az talán könnyebben orvosolható. És az ügyvezető igazgató úr arról tájékoztatott, hogy ők a lehető legnagyobb felelősséggel járnak el az úsz a vízfelület kapacitás hogy is mondjam, csak osztásában, és nyilván, hogy valószínűleg ez lehet az oka, tehát úszásoktatás zajlik, és a teljes vízkapacitás le van kötve. Nem tudom, hogy ez mennyire kielégítő válasz, így hirtelen első olvasatban. Köszönöm. De amint eljut hozzám közvetlenül a megkeresés, akkor természetesen tudok érdemben foglalkozni, konkrétan ezzel az üggyel is. Van-e további hozzászólás kérdés? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Igen? Igen. Van, igen, ez elhangzott egyébként az úszószövetség részéről is, hogy a programot egy pilot jelleggel indította el, és ugye most van a tesztfázisa, és amiben ez tényleg keresett és további igényeket támaszt a többi gyermekek részéről, mind az óvodás, mind az iskoláskorú gyermekek részéről, akkor a bővítésre van lehetőség. Akkor van-e, ha további hozzászólás nincs, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésről. Csináljunk egy ellenpróbát, hogyha nem, akkor egyhangulag történt az elfogadása. Következő együttműködési megállapodásunk egy újabb partnerrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő együttműködés. Ugye már a városrendészet kapcsán elindult a tavalyi év folyamán egy együttműködés,
és most ezt az együttműködést bővítjük ki további területekre is, amely ugye, amint látják, az önkormányzat humán erőforrás utánpótlási lehetőségeinek egy jó lehetőségét biztosítja. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan? Hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztéssel. Ki nem ért vele egyet? Jó, akkor egyhangulag történt az elfogadása. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk az első félévi munkatervünk, amit ígértem, hogy akkor, amint nyilvánossá válik a választások időpontja, úgy akkor ütemezzük a többi ülésünknek a dátumait is. Ugye április 28, május 19 és június 16-ra terveznénk akkor az első fél évben további üléseket. Van-e kérdés, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk róla. Egy ellenpróbát szeretnék kérni. Nincs, akkor egyhangulag történt az elfogadása. Következő napirendi pontunk a szabadság ütemezése. Annyival szeretném kiegészíteni, miután itt én ilyen kötött rendszerben működök, hogy február 24 és 25-re is szeretnék kérni két napot. Van-e kérdés, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzanak róla. Ellenpróbát szeretnék kérni. Köszönöm, egyhangulag történt a tartózkodásom mellett az elfogadás. Köszönöm. Akkor a következő napirendi pontunk Termosztár Kft.-vel kötött közszolgálati szerződés módosítása. Ugye a sikeres pályázati konstrukció és az elnyert támogatásnak feltétele az, hogy tovább meghosszabbítsuk az együttműködésünket a közszolgáltatás vonatkozásában. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Egy ellenpróbát kérnék. Akkor egyhangulag történt az elfogadása. Következő napirendi pontunk az indítandó óvodai csoportok számának és maximális csoportlétszám túlépésének egy ütembe történő engedélyezéséről szól a 22-23-as nevelési évbe. Ugye ez azért kell, mert majd április-májusban szerveznünk kell az óvodai jelentkezéseket, úgyhogy a kollégák el tudják indítani a munkát, ezért most döntünk már róla. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztés? És hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Egyhangulag történt az elfogadása, köszönöm. Csatlakozás az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületéhez. A polgármester asszony kívánja kiegészíteni. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, kedves képviselőtársak. Volt szerencsém ősszel részt venni a szervezetnek egy országos, illetve Kárpát-medencei konferenciáján. Ott ismerkedtem meg ezzel a szervezettel. A szervezetnek számos megyei jogú város már a tagja, ezen kívül kisebb városok is. Egy rendkívül pozitív benyomást tapasztaltam ezen a konferencián, mint ahogy az előterjesztésből is látják, azok a feltételek, amik ehhez a csatlakozáshoz szükségesek, már jelenleg is rendelkezünk vele, hiszen az egészségfejlesztési iroda az egyik sarkalatos elvárás. Az egészségfejlesztési irodánk nagyon jól működik, és azt gondolom, hogy mivel ez a szervezet a WHO szervezeteként is működik, nagyon szoros a kapcsolat, a magyarországi vezetője vagy képviselője is jelen volt ezen a konferencián. Én számos előnyét látom ennek, azon túl, hogy egy ilyen vérkeringésben, nemzetközi vérkeringésben a mi egészségfejlesztési irodánk is bekerül. A humán erőforrás rendelkezésre áll, tehát
Az a költség, ami az éves tagdíjat jelenti, az a 160 ezer forint, azt gondolom, hogy ez nem lehet egy ekkora városnak az akadálya. Egészségügy, elsősorban egészség megőrzés, egészségvédelem, a szemlélet formálása, az egészségügyi vonatkozása, de van szociális, idősügyi és ifjúságra vonatkozó koncepció is az ő szervezetükbe, úgyhogy én kérem, hogy támogassuk ezt a csatlakozást. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen a polgármester asszony, aztán majd kérek Király képviselő úrtól, meg Józsa Bálintól majd egy tájékoztatást, hogy ez a mi vagy az önök civil szervezete, és akkor majd látjuk ennek az aktivitását. Köszönöm szépen. Kérem, támogatják-e a csatlakozást? Akkor ellenpróba nincs, akkor egyhangulag történt a támogatása. Köszönöm. Következő napirendi pontunk közreműködési megállapodások megkötése a Cirókabáb Színházzal és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal. Ugye ezek szükségesek a finanszírozási szerződéshez is, a támogatási szerződéshez. Van-e kérdés, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Köszönöm, egyhangulag történt az elfogadása. Önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes használatba adása. Megint csak az önök vagy a miénk, tenném föl itt is a kérdést, hogyha már ilyen szűk körbe vontuk az együttműködéseket a városvezetés részéről. A RÉV katolikus főplébánia szenvedélybeteg szolgálatával történne egy hosszabb távú elköteleződés egy nagyon-nagyon fontos területre, ami égető ma a fiatalok körébe és egyre aggasztóbb jeleket és jelenségeket mutat. Úgyhogy én továbbra is támogatom, hogy minél szélesebb körben támogassuk az ő munkájukat és tevékenységüket. Van-e kérdés, hozzászólása a polgármester úr? Ezek a valódi problémák szerintem. Igen, köszönöm a szót, tisztelt közgyűlés. Egy olyan városrésznek vagyok a képviselője, önkormányzati képviselője, ahol a drog igen komoly probléma. Most már 10 éve dolgozom ezen a területen, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok területen, felzárkóztatási területen nagyon sok szép eredményt értünk el. Biztos kezdett gyerekház, tanoda, iskolai, óvodai és bölcsődei programok. Ugyanakkor azt látjuk, hogy miközben egyik területen dolgozunk, és eredményeket is tudunk elérni, egy új ellenség üti fel a fejünket, és ez a drog. Sajnos éppen ezekben a rétegekben nagyon gyakori a drogfogyasztás, ugyanis megjelent egy olyan drogfajta, az elmúlt 10 év eseménye, története ez, amely rendkívül olcsó, nagyon veszélyes az egészségre, nem csak mint drog, hanem egyébként is veszélyes, mert házilag állítják elő bűnszervezetek, sajnos jól meg is élnek belőle, és azt látjuk, azt éljük meg a terepen minden nap dolgozók, hogy miközben küzdünk és apró eredményeket elérünk, újra óriási feladat előtt állunk, valahogy meg kell küzdenünk ezzel a problémával is, a droggal. Úgyhogy én nagyon üdvözlöm ezt az előterjesztést, és nagyon köszönöm a RÉV munkáját, hiszen ők sok szempontból példamutató, ahogy megközelítik ezt a kérdést. Hogyha így fölmerült ez a talán méltatlan dolog, hogy ez kinek a civil szervezete, azt hiszem teljesen egyértelmű, hogy ez mindenkié, ahogy a legtöbb civil szervezet is mindenkié. Politikától teljesen mentesen egy olyan missziót végeznek azon a területen is, és az egész városban is, ami meggyőződésem, hogy az elkövetkező évtizedek egyik legnagyobb problémája lesz. Már most is látszik azon a környéken és a környező területeken, de sajnos hamarosan az egész város fogja érzékelni, és ezzel szemben azt hiszem, hogy nem túlzás a háborús retorika, föl kell vennünk a küzdelmet, és ezt le kell győznünk. Köszönöm. Házban állunk, úgyhogy én is a 17 éves kislányomon, nagy lágyomon keresztül nagyon sok mindent látok.
Úgyhogy szeretném kérni minden képviselőtársamat, hogy lehet, hogy az erőforrásokat jobb lenne egy kicsit ebbe az irányba is fordítani, mert ez mindennél többet ér a gyermekeinknek a védelme, mint hogy most két bokorra többet, vagy három fával ültetünk többet. Az is nagyon fontos, de sokkal kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, holott egy igazi veszélyforrás. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről, hogy támogatjuk-e a ingatlanok hozzá csatolását a szervezethez. Egyhangulag történt a támogatása. Köszönöm szépen. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésbe adása a következő napi rendünk. Egy Levicki Cirill képviselő. Köszönöm a szót, nem kérdés, hozzászólás. Ha lehetséges, köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Egy olyan előterjesztés van előttünk, ami egy összefogásról szól. Kecskemét megyőjogú városa nagysága okán nem pályázhat ezen a pályázaton, azonban Ballószög önkormányzatával összefogva Ballószögön, Helvécián és Kadafalván élő polgároknak tudunk ezzel segítséget nyújtani, hiszen a három település határában húzódó határút megnevezésű terület fejlesztéséről van szó. Én nagyon köszönöm Somogyi Lajos polgármester úrnak, hogy ezt kezdeményezte, illetve Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester úrnak, hogy koordinálta ennek a pályázatnak a létrejöttét, és kérem a tisztelt közgyűlést, hogy támogassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez ugye a beretvás közünknek is adna egy levegőt, hogyha elkészülne, úgyhogy én is örülnék neki. Van-e hozzáfűzni való kérdés, hozzászólás, hogyha nincs, akkor kérem szavazzunk. Köszönöm. Ellenpróba egyhangulag történt az elfogadása. Következő önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése a magyar állam részére útépítési beruházások érdekében. Ugye költségvetésben döntöttünk róla, hogy ezt terveznénk, és akkor most itt megtörténtek a szükséges egyeztetések, ami elhárult attól, hogy tudjuk értékesíteni. Van-e hozzászólás, kérdés? Képviselő úr, Fekete Gábor, képviselő úr. Ez a napirendi ponthoz hozzászólni, mert ugye ez az én körzetemet érinti, ez nekünk egy sikertörténet, hogy idáig eljutottunk. Ugye itt a 441-es útnak a kisjátításával kapcsolatos indítvány ez. Valójában egy kisjátításával ugye az állam megveszi a várostól ezeket a területeket, és most mi ezeket forgalomképesen nyilvánítjuk. Én csak azt szeretném mondani, hogy örülök az egész körzet nevében, hogy idáig eljutott a város. Köszönjük szépen. Igen, ez megint egy nagyon nagy lélegzetvételű útfejlesztés, és teljes egészében beleszól majd a városnak a abból az irányból történő megközelítésére és az úthálózat leterheltségébe. Úgyhogy én örülök neki, hogy el tudjuk indítani, és hogy talán tovább tehermentesíteni tudja majd a városnak a belső utainak a közlekedését. Akkor további hozzászólás, kérdés nem látok, akkor kérem szavazzunk az előterjesztésről. Egyhangulag történt az elfogadása, köszönöm. Haszonkölcsön szerződés megkötése a Bács-Kiskun megyei rendőrkapitánysággal. Ugye a visszatérő problémák, de nem problémák, csak kihívásoknak egy újabb kezelése, az intelligens kamera hálózat tovább bővítése a városban, tehát üzenjük a gyorshajtóknak, hogy bárhol, bármikor, és most már egyre több ponton a városba igen komoly összegű számlát, költséget kaphatnak, pénzbüntetést, hogyha nem tartják be a szabályokat. Képviselő úr, és utána... Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtársaim! Én nagyon hálás vagyok ennek az előterjesztésnek. Ez ugye szintén az én körzetemet érinti, ugye a Törekvés falu környéke, és itt, ugye itt az ötös számú főút mentén folyamatos a gyorshajtás, illetve sajnos ugye balesetek is történtek az elmúlt időszakban. Az elmúlt közgyűlésen ugye egy indítvánnyal éltem, és örülök neki, hogy ez fogadtatásra talált, és úgy gondolom, hogy ez még egy lépés abba az irányba, hogy ez a térségnek ez a közlekedési
problémája rendeződjön. Ugye egy korábban még a, hogy a képviselői munkámat megkezdtem, egy 60-as tábla került kihelyezni erre a szakaszra, de sajnos ez még nem volt elégséges ahhoz, hogy megfékezzük a gyorshajtókat. Úgy gondolom, hogy egy ilyen trafiboxnak a kitelepítése, ugye és ebbe a kamarának az elhelyezése, ez előbb-utóbb egy fékező erővé válik. Ugye ha a csekkek megérkeznek szépen a gyorshajtóknak, akkor szerintem be fog végződni a legalábbis a kecskemétiek, vagy a Kecskeméten sűrűn áthajtóknak az emlékezetében, hogyha itt jobb, ha lassítanak, hogyha úgy szeretnének hazamenni, hogy ne kelljen pluszköltségbe kerülni nekik a gyorshajtás. Úgyhogy köszönjük szépen! Jó, van-e további hozzászólás? Kérdezik, Király képviselő úr is jelezte, utána a Dobos képviselő úr. Tisztelt polgármester asszony, jegyző úr és közgyűlés, kedves vendégek. Igazából a bizottságunk véleményezte, ott volt Falugyörgy alpolgármester úr is, és ott merült fel az, hogy nagyon jó dolog ez az elhelyezés, egy ilyen fix trafiboxnak az elhelyezése. Ugyanakkor az ára egy olyan nagyságot képvisel, amit a kérdés az volt, hogy lehetséges-e az, hogy a gyorshajtók által befizetett büntetésből esetleg újabb trafiboxokat tudunk kihelyeztetni. Most már nem a mi, hogy mondjam, hozzájárulásukkal, hanem adott esetben ebből. És akkor azt ígérte a polgármester úr, de gondolom itt van, úgyhogy meg tudja erősíteni, hogy utána néznek, mert valóban tehát szükség volna több helyen is. Tehát ezt szerettem volna még elmondani. Még Dobos képviselő úr, és utána a polgármester úr. Köszönöm a szót, én most csak röviden fogok beszélni. Tehát én is üdvözlöm ezt a box kihelyezést, ugyanis a választókerületnek az egyik fele a képviselő úr a törekvésfalu, az enyém meg a Kossuth lakótelep. Tehát itt olyan problémás az ott lakóknak a közlekedése, ha túloldalról át akar jönni az Ervent felé, de hát ez én bízom benne, hogy egy kis megoldást fog jelenteni, mert ha lassul a forgalom, akkor valószínű, hogy az egyik félről a másikra könnyebben át tudnak hajtani. Ugye itt most az ottani lakosok kerestek minket, hogy próbáljunk egy jelzőlámpás kereszteződést létrehozni, hogy ez közút kezelőnek a területe. Nyilván képviselőtársammal meg fogjuk ezt próbálni, meg rengeteg aláírás érkezett hozzánk, hogy valami megoldást csináljunk. De hát ez az első lépés, én bízom benne, hogy tudunk még tovább haladni, és én is üdvözlöm ezt a rendszert. Elnézést, egy kicsit furcsán beszélek most. Na, igen, akkor alpolgármester úr. Köszönöm a szót, tisztelt közgyűlés. Nem tudtunk még utána nézni ennek a kérdésnek, hogy van olyan vállalkozói típusú jellegű működtetése, ilyen berendezéseknek lehetséges-e. Én azt hiszem, hogy ez elsősorban jogi kérdés, de az előzetes tárgyalások során kapitány úr jelezte, hogy ők nagy örömmel működtetik ezt, de nincs keretük a telepítésre. Egyébként azt hozzátenném, hogy ezt egyfajta pilot projektnek szánjuk. Itt Kecskeméten ez az első ilyen, és ennek a bekerülési költsége abszolút vállalható a város részéről is, és hogyha mérlegre helyezem az ott lakók veszélyes közlekedési problémáinak az enyhítéseit, és azt a bekerülési költséget, akkor azt mondom, hogy abszolút vállalható, és én nagyon bízom benne, hogy ez megoldás is lesz. Tehát nagyon szépen látszik, hogy itt a teljesen jogkövető kecskeméti polgárok, itt azt hiszem valakinek a napirend előtti felszólalásában volt, hogy mennyire jogkövetőek a kecskeméti polgárok, és ugyanakkor meg nem győzzük a 10 milliókat költeni a jogszabályok be nem tartásának, az orvoslására, kezelésére. Ez is egyébként egy ilyen példa, tehát ezt azért kell kihelyezni, mert hiába helyezte ki képviselő úr, Fekete képviselő úr kérésére a Magyar Közút a 60-as táblát a Józsa benzinkút bekötő útja elé, csak akkor lett kihelyezve. A 60-as tábla csak a gyalogátkelő helyett védte, a lámpás gyalogátkelő helyett. Nem tartják be a 60-as táblát, egyébként rengeteg ilyen van a városban. Tehát ez is egy ilyen kiadás, és hogyha ez beválik, már pedig én szinte biztos vagyok benne, hogy beválik, mert nagyon jó példa a Véda kapu, a Tesco körfúgalmi csomópontnál.
Olyan szépen tudja mindenki az 50-et, hogy mennyi, és utána, amikor a látótávolságból kikerül, akkor gázra lép, és neki indul 70-80-nal. Tehát még ráadásul a szándék, tehát a tudatosság is, a tudatos szabályszegés is tetten érhető. Tehát nem véletlenül megy 70-nel, hanem szándékosan, hiszen a Védakap után gyorsít fel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy utána nézzünk mindenképpen, hogy ezzel kapcsolatban lehet-e külső forrásokat segítségül hívni. Én úgy gondolom, hogy ilyen vállalkozó típusú, hogy akkor a beszedett pénz, akkor abból akkor újakat telepítsünk. Ez valószínűleg nem fér bele ebbe a dologba, de mindenképpen utána fogunk nézni. Nem volt elég még az idő, de továbbra is megerősítem, amit a bizottságülésen mondtam, megígérem, hogy utána nézzünk, és akkor tájékoztatjuk akár a közgyűlést, akár elnök urat. Köszönöm. Köszönöm, Fekete Gábor képviselő úr. Igen, én még csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, hogy még azért is különösen köszönöm ennek a Trafiboxnak a kihelyezését, hogy a Törekvés faluban van egy óvoda, és most már van egy bölcsőde is. Tehát ugye oda a kisgyerekeket visznek, illetve hoznak el, úgyhogy az ő biztonságot is szolgálja. Ezt köszönöm szépen. Örülök neki, hogy ott is ilyen szépen fejlődik a város. Akkor további hozzászólás nem látok, akkor kérem, szavazzunk az előterjesztésre. Igen? Van még? Stahó Pekári képviselő úr. Tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, képviselőtársaim, engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat arra, hogy motiváljam kicsit a kecskemétieket, és aki hallja, adja át, hogy a rendőrség legújabban úgy ismér sebességet, hogy letesz egy háromlábú fél méter magasságban az út mellé, és se közel, se távol nincs rendőrautó semmi, és így mérik a sebességet. Tehát kérek mindenkit, hogy ha másért nem, a saját zsebe érdekében tartsa be a szabályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel vezettem föl, és rektor úr zárta, úgyhogy sok helyen sokféle módszereket alkalmaz most már a rendőrség. Talán előbb-utóbb megtanuljuk, hogy érdemes egy kicsit lassabban közlekedni, legalább a magunk védelme érdekében. Akkor most már szavazhatunk, kérem szépen a támogatását az előterjesztésnek. Hányan értenek vele egyet? Szavazzunk. Egyhangulag történt a döntés, köszönöm szépen. Következő napirendünk emléktáblákkal kapcsolatos döntések meghozatala. Ugye két emléktábláról beszélünk. Van-e kérdés az előterjesztéshez, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kérem szavazzunk. Köszönöm, egyhangulag történt a támogatása. Belterületbe vonáshoz és telekhasznosításhoz kapcsolódó településrendezési szerződések megkötése a következő napi rendünk. Van-e kérdés az előterjesztéssel? Igen. Levicki Ciril képviselő úr. És bocsánat, elnök úr jelezte, ő kiegészíteni, elnök úr, a bizottság elnök úr, akkor megadom először a szót bizottság elnök úrnak, Leier Zoltán. Leier Zoltán képviselő úr, akkor bizottsági elnök úr. Bocsánat, polgármesterasszony, közgyűlés, én csak szeretném jelezni, hogy ez a 21-es napi rendi pont is, hogy ehhez van egy módosítás, itt mindenki megkapta, hogy a kettes számú melléklet nélkül, tehát az eredeti előterjesztéshez képest a kettes számú melléklet nélkül kerül elfogadásra, ha elfogadásra kerül a... Jó, köszönöm. És akkor van-e kérdés, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk. A módosítással együtt, igen, a módosítással együtt. Igen, egyhangulag történt akkor az elfogadása. És akkor a következő napirendi pontunk a település rendezési eszközök módosításaival kapcsolatos döntések. Elnök úr, kívánja kiegészíteni? Nem? Levicki Ciril képviselő úr. Köszönöm. Utána a szót. Lévai Jánosné és Király József. Köszönöm a szót, polgármester asszony, jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Örülök, hogy Kadafalva több szoron is szerepel ebben az előterjesztésben, a római hármasban ugye kiemelt fejlesztési területet jelölünk ki az intézmény fejlesztéseink számára, ez nagyon fontos Kadafalván. Másfelől is olyan fejlesztések kerülnek beépítésre, amelyek az elmúlt
30 év hiányosságait igyekeznek pótolni. Én nagyon szépen köszönöm polgármester asszonynak, hogy meghallotta az ott élők általam közvetített kérését, és elindul egy ilyen fejlődés Kadafalván. Egyetlen egy dolgot szeretném, ezt üdvözlöm és örülök neki, szeretném támogatni ezt az előterjesztést. Egy dolgot szeretnék megkérdezni az előterjesztés készítőitől. A határozott tervezetben látjuk, hogy melyek azok a módosítási javaslatok, amelyek lezárásra kerülnek, mert nem lehet beépíteni. A többi pedig tovább dolgozás alatt van. A 91-es számú, ami szintén Kadafalvával kapcsolatos, szeretnék kérni egy rövid összefoglalót. Itt szakmailag nagyon szépen az előterjesztésben le van írva ennek az indoklása, de azt gondolom, hogy sok kadafalvi polgár követi figyelemmel a közgyűlés munkáját, és az ő számukra egy kicsit közérthetőbben, hogyha Öveges úr el tudná mondani, azt nagyon szépen megköszönném. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Illetve ehhez kötődően, mielőtt Öveges úrnak átadjuk a szót, addig Léva Jánosnénak megadom. Tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, képviselőtársaim! Ez az előterjesztés a településrendezési eszközök 2020 évi felülvizsgálatának második ütemét is tárgyalja. Én körülbelül másfél évvel ezelőtt adtam be egy kérelmet, mely szerint Rendőrfalu polgárai megkerestek azért, hogy Rendőrfaluban 600 négyzetméternél kisebb telkek vannak általában, és nagyon sok család, fiatal család Rendőrfaluba, például Széchenyi városból, Hunyadi városból és más városrészből is szívesen költözne, viszont a kicsi telkek kevesebb négyzetméterre adnak lehetőséget, hogy családi házat építsenek. Akkor ez, amikor beadtam ezt a kérelmemet, 600 négyzetméteres telkekre vonatkozott, aminek a beépíthetősége 30%-os volt. A zsúfoltságot nem a beépíthetőség mértéke, hanem az elhelyezhető rendeltetési egységek száma eredményezheti. Én nagyon szépen köszönöm Öveges László irodavezető úrnak, valamint Balog, Borbéné Balog Katalin osztályvezető asszonynak, mert ez az előterjesztés nem csak Rendőrfalu vonatkozásában, de nagyon sok állampolgárt érint. Fontos az, hogy 30-ról 35%-ra, mert itt garázs, egyéb mellékhelyiség is beépítésre kerül, és ez nagyon fontos a csokot, a fiatalházasokat érintő építkezésnél. Én azt gondolom, hogy nekünk, akik mi itt vagyunk, képviselőtársainknak, a munkánk egyik sarköve az ilyen kérés, és főleg az, amikor elfogadásra kerül, akkor nagyon sok családnak adunk ezzel olyan lehetőséget, amely az önkormányzatnak nem pénzt jelent, hanem támogatást. Tartalmazza azonban az előterjesztés azt is, hogy a Kecskemét város többi kertvárosias lakóterületének felülvizsgálata nem képezte ezt az előterjesztést, azonban, tehát a módosítás tárgyát, de nagyon örültem annak, hogy teljes körű felülvizsgálat során ezt még meg kell tenni, és mindenütt, ahol az egész városban ez indokolt, ez felülvizsgálatra került, és újra az önkormányzat elé kerül. Én azt gondolom, hogy ennek nem csak Rendőrfalu polgárai, hanem majd később a felülvizsgálat során Kecskemét város kis telkkel rendelkező polgárai is fognak örülni. Én nagyon sajnáltam azt, hogy a Városszépítő Egyesület ezt a kérést nem támogatta. Indoklásban az szerepel, mert szerintük a kistelkes utcák zsúfoltakká lesznek azáltal, ha a beépítésre szánt építési terület nagyságát megemeljük. Én kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezt az előterjesztést komplexen együtt fogadja el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, király képviselő úr. Akkor szeretnénk becsatornázni egy széles társadalmi igényt a Városszépítő Egyesülethez. Igen, köszönöm tisztelt polgármester asszony, tisztelt jegyző úr, tisztelt közgyűlés. A Városszépítő Egyesületnek a szakmai stábja véleményezte, tehát nem én jó magam, tehát én nálunk a civilségben civilként működünk.
gyakorlatilag nyilván tolmácsolom feléjük. Egyébként tudomásom szerint az indok az az volt, hogy ahogy hallottuk is, hogy gyakorlatilag nem szeretnénk azt, hogy adott esetben túlépítések beindulnának több városrészben is, több esetben, de egyéb iránt el tudom fogadni a képviselőasszonynak azt a fajta igyekezetét, hiszen ott képviselő, ahol ezt megpróbált elérni, és hogyha sikerül, akkor sikerül. Tehát ez, még egyszer mondom, egy szakmai vélemény volt a városépítőtől. Viszont, amit én szóvá tennék, és örülök neki, hogy az anyag, amit nemrég kaptunk meg, a végleges véleményeket kezembe került, és hát az újságban is olvastuk, hogy hál' Istennek a Katona József téri fák megmaradnak, mert bizony az előterjesztés, eredeti előterjesztés, illetve alpolgármester úr felhívása a véleményezésre, ami december 22-én, vagy mikor jelent meg, arról szól, hogy ugye nézzük át ezeket a tételeket, és abba vette észre többek között a Városépítő Egyesület, hogy mintegy kétharmada a Katona József téri fáknak kiment volna, hogyha a színház eredetileg tudomásunk szerint elfogadott A verziójának megfelelően módosítottuk volna a tételeket. Örülök neki, hogy a legújabb, legfrissebbek szerint ettől eláll a főépítész úr, és illetve az általa az önkormányzati válasz. Ugye most nem tudom, hogy végül ebben az esetben kiadja a választ, mert nekem is van egy válaszom, méghozzá december 14-én született, és a kiemelt beruházásokra kérdeztem rá decemberben. És a következőt kaptam akkor. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház épületén tervezett építészeti munkálkodtok engedélyezési terveinek előkészítése folyamatban van, a korábban megtartott terv bemutatón ismertetett A változat mentén. A szabályosi környezet módosítása ugyancsak előkészítés alatt, a tervekhez igazodva a véleményezési dokumentáció véglegesítése történik. Akkor most melyik az igaz? Mindegyik igaz. Hát azt én látom, hogy igaz. Fordult a virág egy kicsit velünk. Egyáltalán nem fordult. Tehát a világ. Gyakorlatilag a válaszban benne van, hogy nyáron már mi nem is fogadtuk el ezt az A változatot, mert egy C változat kerül be, vagy egy harmadik változat. Ehhez képest nekem decemberben ezt a választ küldték. Akkor most mi az igazság? De teljesen őszinte az a válasz, hát zajlik egy tervezési folyamat. Akkor decemberben ezt nem tudtuk? De a tervezés így zajlott, akkor is már, és ezt kaptam a választ. Ebben teljesen más válasz van, mint amit most hál' Istennek megkaptunk. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem. Igen, így percenként változik Király úrnak a megítélése bizonyos témákban, úgyhogy én ezt nehezen tudom néha már követni, de megpróbálom. Tehát megpróbálom, és minden erőmmel azon vagyok, Király képviselő úr, hogy minden egyes képviselőmnek az észrevételeit azt figyelembe vegyem, és beépítsem az együttműködési rendszerünkbe. Fekete. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ön a polgármester asszony őszinteségét kérdőre vonta, de én az ön őszinteségét vonnám egy kicsit kérdőre. Én emlékszem, hogy volt egy online egyeztetés, nem tudom már pontosan mi volt a neve, de egy online egyeztetés volt arról, tervismertetés, hogy a színházra készült tervek között melyiket foglaljuk el. Én arra is emlékszem, hogy ön bejelentkezett erre az online egyeztetésre, meg nyilván jó magamra is emlékszem, hogy ott voltam ezen, és ott ugye volt több lehetőség, és egyöntetűen önnel együtt az mellett döntöttünk, hogy azt a változatot fogadjuk el, hogy ugye a színház alatt, színház lefelé terjeszkedik, tehát a pince részbe. Ez egyöntetűen így volt a szakmai döntés, és én úgy tudom, egyedül polgármester asszony volt az, aki ezt nem támogatta, ezt a javaslatot. És ezért gondolom azt, hogy ön utólag fölbiztatja a kutyapártot, vagy a kutyapárt biztatja fönt ön, és kivonul, hogy ebből egy reklámot csináljon magának. Én gondolom, hogy ez az, ami esetleg egy kicsit nem az őszintességet jellemzi. Egyébként üdvözlendő, hogy a szakmaiság úgy döntött, illetve a polgármester asszony, hogy mégsem ebbe az irányba terjeszkedik a színház, de az, hogy ön egy fél év ezelőtt ezen a lábára áll, fél év után arra a lábára áll,
ez egy kicsit szerintem nem az őszinteséget jelenti. Köszönöm szépen. Mindig változnak a körülmények, ugye képviselő úr, és annak megfelelően próbálunk bölcs döntéseket hozni, hogyha segíthetek, és ne eszkaláljuk el ezt a helyzetet. Jó, király képviselő úr? Köszönöm szépen. Lehet, hogy ebből másügy lesz, ön nem mond igazat. És kérem, hogy a hangfelvételeket, mert erről gondolom, hogy készültek, akkor vegyék elő. És nézzük már meg egyszer. Tehát ez ugyanolyan dolog, mint amikor annak idején ott voltam, hogy a virágablakos háznál nem akartam levédetni. Kiderült a jegyzőkönyvben, ott se voltam. Azt mégis azt mondták, hogy ott voltam. Tehát egyszerűen itt nem azt mondtam. És kérem, vegyük elő, nézzük meg, szembesítsük. Ugyanúgy a Domusszal kapcsolatban. És egyébként meg a Városépítő Egyesület, dr. Mezős Tamás fölkérte egy online értekezletre, és azt is kérem, hogy nem tudom, ott bent voltak-e, de volt, aki bejelentkezett rá, egyértelműen elhangzott, hogy egy C-változatra van szükség, ami most hál' Istennek megerősítést kapott. Tehát nagyon szépen kérem, hogy ne mondjanak olyat, ami nem igaz, személyemet illetően. Jó, köszönöm szépen a hozzászólásokat, és akkor királyképviselő is bölcsen fog bizonyára dönteni a következő hónapokban, bölcsebben a választások után. Én csak ebbe bízom, hogy visszatérünk egy normális kerékvágásba. Akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Ja, bocsánat, volt egy főépítész úrnakhoz egy kérés intézve, hogy a Kadafalván zajló változásokat, hogyha röviden, tömören összefoglalná a főépítész úr, azt megköszönném. Köszönöm szépen, polgármester asszony, tisztelt közgyűlés. Kadafalva valóban az egyik főszereplője a mostani TRT módosításnak. Több részből tétetik össze ez a módosítási javaslatcsomag. Az egyik egy generális észrevétel vagy kezdeményezés a véleményezők részéről, hogy Kadafalva, amely jellemzően és általánosan falusias beépítési móddal jelölt, legyen generálisan inkább kertvárosias beépítés. Erről szól tulajdonképpen a 91-es válasz. Mielőtt erre röviden válaszolok, jelezném, hogy a másik nagy programcsomag az két részből áll, és Kadafalva intézményellátását szolgálja az iskola melletti mögötti terület bővítésével és a Nárcisz utca melletti területsáv újrahasznosításával. Itt csak annyit szeretnék kiemelni, hogy korábban a lakosság kezdeményezte félelemmel, hogy az itteni TRT mozgások ne szolgálják az iparterület bővíthetőségi lehetőségét a Nárcisz utca irányába. Akkor megígérte az önkormányzat, hogy ilyenre nem kerül sor. A mostani TRT módosítás a végleges válasz erre, ilyenre nem kerül és nem kerülhet sor. A beépítési intenzitás nem változik, intézményi területek a közösségi célok szolgálatára alakulnak ki, és egyébként az észrevételek kapcsán megerősítettük azt a tilalmat, hogy az iparterület felől, a már korábban is lévő, de most megerősített védőfásításon keresztül a Nárcisz utca irányába lehessen kaput nyitni az iparterületről. Nem lehet kaput nyitni, ezt a TRT is kizárja, látszik az egyébként előterjesztés mellékletének a végén. Továbbá a HÉZ-be külön ezt megjelenítjük, és a partnerekkel kötött településrendezési szerződésekben is szerepelni fog. A másik nagy csokor, hogy legyen-e Kadafalva generális inkább kertvárosi beépítésű, mint falusias, erről lehet vitatkozni. Jelenleg azonban ez a változtatás annyit jelentene, hogy szűkítenénk meglepő módon az itt megvalósítható funkciók számát, körét. Másrészt nem olyan egyszerű a dolog, mert miközben kertvárosiasodik a település, és egyre kevesebb helyen van például állattartás, azért van, ahol van. Így nem lehet beavatkozni, hogy úgy mondjam, egy nagy ecsetvonással a terület és a városrész életébe, hiszen ha most kertvárosiassá nyilvánítanánk, akkor ezzel automatikusan kizárnánk ott is az állattartás lehetőségét, ahol még ez van. Ezzel együtt a válasz tartalmazza azt, és ezt tudják is, hogy folyamatban van a településrendezés
felügyelési eszközök generálisan felülvizsgálata az új, a hatályos oték alapján. Ebben lehet, és meg is fogjuk nézni, hogy vannak olyan területrészek, ahol ez indokolt. Tehát azt is mondhatnám, hogy ez el nem fogadott vélemény, barátságosabb lenne, ha azt írnánk, hogy részben elfogadott. A képviselő úgy gondolja, hogy a kadafalvi kezdeményező polgárok számára kevésbé barátságtalan, akkor ezt részben elfogadottként lehet minősíteni, de kétségtelen, hogy most ez így nem elfogadható, de a munka folytatható, és folytatni is fogjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm, és én nem tudom, hogy képviselő pontosan most mire célzott, és mit olvasott el, honnan ragadott ki egy mondatrész, de annyit azért kiegészítésként, hogy aminek én zöld lámpát adtam, és mehetett tovább, az a RUST színháznak az engedélyezési terv dokumentációjának az elkészítése és az engedélyek elindítása. Én erre adtam zöld lámpát, és ez zajlik is. Ez folyik, mert ebben nem volt félreértés, én úgy értelmeztem, és nem volt különbségtétel. És lehet, hogy ezt írják, hiszen ez zajlik. Ebben volt egy konszenzus, és ezt el is engedtem, hogy ez menjen tovább. De én itt nézek a kollégákra, hogy ez így történt-e. Igen, így történt. És a nagyszínháznak a tervei az továbbra is a felülvizsgálat tárgyát és az egyeztetés tárgyát képezik. Úgyhogy akkor, ha további kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem, haladjunk és szavazzunk az előterjesztésről. Ki ért az előterjesztéssel egyet? Úgy látom, egy hangú a közgyűlés részéről. Köszönöm. És akkor itt többen jelezték, hogy esetleg az átülés előtt, hogyha tarthatunk egy 10 perc szünetet, akkor tartanánk egy 10 perc szünetet, ugye itt maszkba beszélünk, meg vagyunk megint úgy, hogy egy kicsit nehezíti a körülményeket, egy 10 perc technikai szünet, és zárt üléssel folytatjuk. Meghívom 21. sorszámon szereplő napirendünk keretében, megválasztottam a Bács-Kiskun megyei 1 és 2-es számú országgyűlési egyéni választókereti választási bizottság tagjait és póttagjait. Az egyes számú OEVB-be tagként dr. Karácsony Istvánt, dr. Károly Andrást és dr. Szabó Ákost, póttagként pedig Lugosi Istvánt és Tóth Károly Árpádot. A kettes számú OEVB-be tagként dr. Kardos Gyula Sándort, Kádárné dr. Balla Anita Emesét, valamint dr. Rakoncai Éva Esztert, illetve póttagként dr. Tóth Benedek Andrást és dr. Jenei Szabolcs Pétert. Ja, köszönöm, és akkor folytatjuk az indítványokkal. Képviselői indítvány a köztisztviselői illetmény alappal kapcsolatosan. Képviselő asszony benyújtotta indítványát, kívánja kiegészíteni. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony, tisztelt közgyűlés. Az előző közgyűlésen ugye a költségvetésnél már bővebben beszéltünk erről a tényről, és ugye fontos azt megjegyezni, hogy erre az évre a köztisztviselői illetmény alapként 55 ezer forint lett meghatározva. Az én indítványomnak a célja pedig az, hogy ezt az alapot növeljük meg számszerűen 5 ezer forintnak megfelelő összeggel, hiszen van rá okunk bőven. De kicsit beszéljünk arról is, amit a múltkori közgyűlésen is beszéltünk, hogy mivel is állnak szembe a hivatal dolgozói ebben az évben, mivel is néznek szemben. A koronavírus járvány még mindig tart, és ilyen keretek között kell a 2022-es országgyűlési választásokat és a kormány által kezdeményezett népszavazás megszervezésében helytállniuk a hivatal dolgozóinak, és szerepet vállalni a Kecskeméti Városházának. Emellett ebben az évben valószínűleg lebonyolításra kerül egy másik népszavazás is. Itt helyben Bács-Kiskun megye 2-es számú országgyűlési választókerületében pedig Szeberényi alpolgármester úr és én indulunk, tehát mindkettőnk esetében bármelyikünk is nyer április 3-án, majd ki kell írni egy időközi választás, és én szívből remélem, hogy a Bács 1-es körzetben is lesz egy időközi, és Szőkéni Kopping Rita képviselőtársam is nyerni fog a Bács 1-es körzetben, tehát valószínűleg itt is lesz egy időközi. Ezek a feladatok biztosan többlet terhet fognak jelenteni a hivatali dolgozók számára. És hát ugye még szükséges megemlíteni az elszabadult inflációt is, hatósági árazás ide vagy oda, ez megterheli bizony minden családnak a pénztárcáját.
És hát beszélnünk kell még a Városháza dolgozóinak az elmúlt két évben nyújtott teljesítményéről is, és erőfeszítéseiről. Összesen közel egy évig volt veszélyhelyzet, a közgyűlés nem ülésezett, és a polgármesteri döntések koordinálásában is nagy szerepet vállaltak. Ugye ők voltak, akik a munka megbeszélések anyagait összeállították, és továbbiakban úgymond a szokásos feladatokat is ellátták, mint például a költségvetés tervezése, a városüzemeltetési munkák, vagy a város tervezési munkák koordinálása. Szeretnék idézni a közgyűlés előző decemberi ülésén, maga polgármester asszony ismerte el egyik előterjesztésében idézném, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi előkészítése és lebonyolítása óriási többletterhet jelent a polgármesteri hivatal számára. Ez a mondat pedig csak igazolja az általam benyújtott indítványnak a célkitűzését. Emellett is szeretném megköszönni a kecskemét.hu oldalon az indítványom alatt megjelenő mellékletet, ez is azt igazolja, hogy a jól elvégzett plusz munkáért bizony plusz fizetés is járhat. Habár ez nem képezte az én eredeti indítványomnak a mellékletét, nem tudom, hogy ez most véletlenül vagy tudatosan került oda. Én arra szeretném kérni a tisztelt közgyűlést, hogy becsüljük meg a Városháza munkatársait, és emeljük meg a köztisztviselői illetményalapot. Én bízom benne, hogy polgármester asszony és alpolgármester urak is egyetértenek a saját dolgozóiknak a megbecsülésében. Legyünk mi egy példa, egy minta önkormányzat. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy támogassa az indítványomat. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselő asszony a hozzászólását. Van-e kérdés hozzászólása indítvánnyal összefüggésben? Van, Csura képviselő úr. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Az indítvánnyal kapcsolatban meg kell egyezni több dolgot is. Egyrészt ugye minden olyan törekvés támogatandó, amely ugye plusz juttatást irányoz elő a hivatali dolgozóknak, azonban figyelemmel kell lenni bizonyos intézkedéseknek a következményeire. Az egyik például az, hogy egy ilyen általános emelés során bizony nagyon sokan kimaradnának ebből az emelésből, tehát bármennyire is jó lenne a szándék, de általánosan így megemelni az illetményt nem lehet, hiszen az illetmény rendszer sajátossága olyan, hogy legalább 50 fő kimarad. Tehát erre az indítványra én magam részéről ilyen formában támogatást nem tudok adni, viszont kétségkívül nemmel sem lehet szavazni, hiszen egyrészt természetesen ugye a dolgozóknak jár egyfajta elismerés, tudjuk a körülményeket, hogy milyen helyzetben álltak helyt. Viszont van itt más típusú lehetőség is. Szerintem a jegyző úr is említette az elmúlt közgyűlésen, hogy van arra törekvés, hogy plusz juttatásokkal úgymond a bérszínvonal emelkedjen. Én felkérném most a jegyző urat, hogy ezzel kapcsolatban, hogyha ismételten egy ilyen tájékoztatás elhangozna, hogy milyen tervek vannak itt a jövőben az illetményezéssel, illetőleg a bérfejlesztéssel kapcsolatban, akkor szerintem megnyugtatóan lehet majd ezzel az indítvánnyal kapcsolatban is döntést hozni. Tehát annyit még itt a számok alapján érdemes figyelembe venni, ahogy én is néztem, hogy azért Kecskemét elég jó helyen áll az összes többi megyei jogú város tekintve, ha jól láttam, második helyen áll a táblázatban, de én szerintem akkor a jegyző úr ezzel kapcsolatban gondolom részletes tájékoztatást fog adni. Köszönöm szépen. Igen. Annyit tudok egyébként erről elmondani, hogy képviselő úr, szóval itt megerősítve, múltkor tényleg egyébként akkor ezzel foglalkoztam, hogy a középfokú bérezésű köztisztviselő kollégák esetében a garantált bérminimum olyan magas összeg a bértáblához képest, hogyha akár 60 vagy 65 ezer forintra is megemelnénk ezt a fajta alapot, akkor is 33 év szolgált idő kéne ahhoz, hogy a rendes bértáblát kivárva ez az összeg elérésre kerüljön. Ennél még jogilag komplikáltabb a helyzet az ügykezelő kollégáinknál, tekintettel arra, hogy őnekik pedig a fizetésük megállapítása nem az illetményalaphoz kötött. Ugye ez 50 embert érint, plusz még vannak az MT szerint, a munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott fizikai dolgozóink, akiknál szintén egyébként ez nem játszik.
Viszont 2021-ben, és ez egy fontos új információ szerintem a képviselőtestületnek, volt egy felmérés a polgármesteri hivatalban munkahatékonysági végzés keretében, hogy mik azok a bürokratikus korlátok, amiket le kellene bontanunk ahhoz, hogy a kollégák hatékonyabban tudjanak dolgozni, jobban érezzék magunkat. És ebben a felmérésben kikristályosodott egy kettő irányú célkitűzés. Az egyik, a legkevesebbet kereső köztisztviselő kollégák és ügykezelő kollégák esetében egy többletelismerés, ami gyakorlatilag a folyamatos bértábla emeléssel összefüggő bérfeszültséget, ami náluk nem jelentkezett egyébként pozitívumként, ezt feloldhatta volna. A másik pedig a magasan kvalifikált, sok éve dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező kollégák többlet megbecsülése, amely gyakorlatilag az ő hivatalnál történő megtartásokat szolgálja. Ugye ez azért nagyon fontos, mert ugye Kecskemét fejlődő város, ugye Budapest közelsége is érezhető, gyakorlatilag a többlet fizetés, és ugye azért vannak olyan csúcs szakmák, amelyek esetében egyébként nyilván nem tudunk sajnos lépést tartani egyébként ugye akkor a magas fizetésekkel, illetve ugye akkor a nemzetgazdasági átlagkeresettől eltérő nagyon magas fizetésekkel. Ugye ezért is van az, hogy évről évre azért nekünk a személyi bérek, illetve a béreltérítésekben is gondolkodnunk kell. Azért a mérnöki pálya, közgazdász pálya, különösen egyébként, hogyha még speciális szakképzettségek is egyébként társulnak hozzá, illetve egyébként a jogászi pálya kifejezetten olyan, hogy vonzó ajánlatokat tud a piacról kapni egy kolléga, és nyilván akár egyébként a Facebookról is elég jó lehetőségek kínálkoznak. Ha nem tudunk ezzel lépést tartani, akkor gyakorlatilag versenyhátrányba fogunk kerülni. És nagyon helyesen a kollégák erre is ráéreztek egyébként a tavalyi felmérés alatt, hogy ezeket a kollégákat szintén meg kell tartanunk, és adott esetben nyilván az ő többlet megbecsülésükre is energiát kell szánni. Ezért gyakorlatilag az elképzelés ebben az évben az lenne, hogy differenciált béremelést valósítsunk meg. A tisztelt közgyűlés egyébként decemberben a közgyűlés elfogadásával azért mintegy közel 100 millió forintos forrást biztosított egyébként ezekre a plusz kiadásokra, ezeket differenciáltan lenne célszerű felhasználni. Ugye egy átlag béremelés az gyakorlatilag 50 főt kihagyna ebből a típusú plusz lehetőségből, hiszen felhasználnánk az anyagi forrást, másik oldalról nem tudnánk egyébként a magasan kvalifikált munkaerőt sem egyébként tovább jutalmazni, mondjuk így, vagy többlet bért nekik ajánlani, mert ennek egyébként szintén ugye elmenne a forrása, illetőleg egyébként akkor mindenkinél egy adott sávot alkalmazva, ez igazából valószínűleg nem lenne egy munkahatékony megoldás. Hozzáteszem. Ja, igen. Választás. Ugye képviselőasszony részéről felmerült. Ugye egyik volt, tehát kettős a kérdés. Az egyik az az, hogy nem a teljes hivatal személyzeti állománya vesz részt a választási feladatokban, tekintettel arra, hogy akkor a belső HVI mag, illetve egyébként a jegyzőkönyvezető kollégák, azok, akik ellátnak jelenlegi feladatot, ez a hivatalnak nagyjából egyébként most a felét érinti körülbelül, akik ebben a munkában részt vesznek, viszont pont azért, hogy az önkormányzatok részére ne jelentsen ez többet anyagi erőforrást, a Nemzeti Választási Iroda gyakorlatilag a szükséges személyi és dologi költségeket, ami az iroda működtetésével és ugye akkor a plusz jutatásokkal kapcsolatos, ezt gyakorlatilag át fogja utalni egyébként majd a hivatal részére, így megkapjuk ezeket az összegeket, ez nem az önkormányzat saját forrásai terjére fog megvalósulni. És ugye nem az alapilletményből pontosan, tehát nem a közgyűlés által meghatározott alapilletményből fog megvalósulni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen jegyző úr kiegészítését. Van-e további kérdés a indítványhoz, hozzászólás? Hogyha nincs, akkor kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e képviselőasszony indítványát. Ki az, aki támogatja a képviselőasszony indítványát? 1, 2, 3, 4, 5, 6-an, ha jól látom, 7-en? 7-en támogatták. Ki az, aki tartózkodott? Tizenketten. Akkor így nem fogadtuk el képviselőasszonynak az indítványát, de bízom benne, hogy megnyugtató választ kapott a köztisztviselőink megbecsülésére vonatkozóan. Következő napirendi pontunk képviselői indítványok forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatban. Tóth Szilárd képviselő úr nyújtott be indítványt, Vacsihegy térségének a
az egyik bejáratára vonatkozóan, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Hát igazából kicsit csodálkoztam, hogy itt három jellegében hasonló, de mégis különböző élethelyzeteket felvázoló indítványomat egy napi rendbe vonták össze, ezért minden háromról szeretnék néhány szót szólni, és hát külön szeretném kérni a szavazást, nem tudom, hogy erre van-e mód, mert ez három különböző indítvány volt, és egy napi rendbe került behelyezésre. Igen. Jó. Akkor hát néhány szóba érinteni mind a három közlekedési szituációt. Ugye köztudott, hogy maga a Vacsi köz, Vacsihegyi térség egy sziget jellegű lakókörnyezet, amelynek hát bizony kevés bejárata van. És azt el kell mondani, hogy ezek a bejáratok sajnos elég sok problémával terheltek. Ugye az egyik a Vaspálya utca, Ceglédi út kereszteződés. Ugye már a 2019. évi önkormányzati választási kampányban is fölmerült kampánytémaként az, hogy ezt az itt kialakított ideiglenes kereszteződést, melyel megszüntették ugye a város felől a Ceglédi úton hazaérkezőknek a balra kanyarodás lehetőségét, ezt vizsgálják felül, és akár egy másik ideiglenes intézkedéssel vonják vissza, és tegyék újra lehetővé a balra kanyarodást, ám ez az ideiglenes helyzet már lassan három éve fennáll. Ugye itt mi a napi szituáció? Ugye a vacsiköziek, vacsiheziek jönnek haza, el szeretnének balra fordulni, ugye aki betartja a jelenlegi előírásokat, az naponta másfél-két kilométert autózik azért a metró körforgalomig, hogy haza tudja menni visszajöve a Vaspálya utcán jobbra a lakóhelyére, vagy pedig ugye napi százszámra fordul elő az a hát szabályszegő magatartás, hogy ugye elmennek az ideiglenesen kialakított záróvonal végéig, majd az első közületnél balra kapva a kormányt a záróvonal végén, korrigálják a menetirányukat, és szépen jobbra kanyarodva a Vaspálya utcán hazamennek. Ugye itt azért azt mondják, itt egyeztettem illetékesekkel, meg ugye több levélváltás is volt, hogy azért nem lehet helyreállítani ezt a balra közlekedési rendet, ami korábban volt, mert hogy balesetveszélyes. Csak az a probléma, hogyha naponta százszor megvalósul az az eset, hogy ugye ezt a ideiglenes helyzetet elfogadni nem tudó lakosok, tudván azt, hogy szabályszegő magatartás, de mégis ugye ezt végrehajtják, ezt a manővert, amit egyébként napi szinten a rendőrség bírságol, ez szerintem sokkal életveszélyesebb. Tehát az a szerencse, hogy eddig nem történt baleset. Én tudom, hogy vannak a közútnak is, meg a városnak is biztonsági szempontjai, de ezt a helyzetet egy teljesen életszerűtlen közlekedési szituációnak tartom, és akik ott laknak, napi szinten Facebookon komment cunamiba tiltakoznak azért, hogy ez fenn van tartva, és kérik ennek a felülvizsgálatát. Tehát ugye ez volt az egyik része a napirendnek, az egyik indítványom. A másik helyzet, ugye a Nagy Lajos Király körút, Vacsi közi út kereszteződése. Ez a helyzet, ez nem ennyire nagy horderejű egyébként. Itt mivel állunk szembe, ugye itt van egy rendkívül bonyolult kereszteződés, elsőbbségadás kötelező tábla az egyik oldalon, stop tábla a másik oldalon, illetve alárendelt út, főút találkozása, és hát akik ott laknak, azt mondják, hogy ők se tudják igazán, mit kell ebbe a kereszteződésbe csinálni az adott szituációba. Emiatt ugye rendkívül sok a koccanásos baleset, ugye tavaly karácsony táján volt az, hogy konkrétan egy autó hát ugye fejre állt, illetve hát ugye a statisztikákban nincs benne az összes baleset, mert akik itt ugye koccangatnak, azok szépen kiszállnak, lepacsizzák az ügyet, aztán nem jelentik be a rendőrségre, tehát elintézik egymás közt a szituációt. Én azt hallom, hogy bár ugye napközben nem sok itt a forgalom, mert ugye jellemzően elmennek dolgozni a kertvárosi a sövezetből, de a forgalmas időszakokban sok baleset van, és másrészt nem csak az autósokra jelent ez veszélyt, hanem ugye itt van a Rózsavölgyi téli közületek, jellemzően ez egy kereskedelmi csomó, vagy fókusza, a kiskereskedelmi fókusza ide van helyezve a vacsiközi lakókörnyezetnek, ugye
ABC, patika, dohánybolt, számtalan közület van itt, és hát bizony, akik gyalogosok, idősek, kismamák, akár kisgyerekesek is itt közlekednek át. És itt az lenne a kérésem, ebben is számtalan levelet váltottam már, és tudom, hogy talán napirendre van tűzve, de én egy lámpás kereszteződéssel szeretném ezt a közlekedési szituációt, tehát egy közlekedés lámpa kihelyezését szeretném indítványozni, és ezt szeretném, ha támogatnák. Ugye még egy indok van egyébként, ami ezt alátámasztja. Ugye itt a Vacsi köz Nagy Lajos Király körút csomópont közvetlen környezetében több útfejlesztés is ugye terve van véve, ugye a Vacsihegy 0273-as út, illetve hát a Károly Róbert körútnak ugye ez a másik irányba menő szakasza. Ugye ez is vélhetően jelentős forgalom növekményt fog okozni ebben a csomópontban. Ez is úgy gondolom alátámasztja ezt a kérést. A harmadik csomópont szintén egy nagyon fontos bejárata a Vacsi közi lakókörnyezetnek, ez a Csíksomlyó utca, Budai út kereszteződése. Ugye ez egy elég érdekes szituáció. Mi itt az alapprobléma? Az alapprobléma az, hogy a Csíksomlyó utca torkolatától gyakorlatilag reggeli várakozási időben egészen a Vacsi közi útig tart a Gázló utcán végig a dugó. Ugye csak balra lehet kanyarodni, jobbra nem. Jobbra kivezető sáv nincsen, tehát a jobbra kanyarodás, illetve az egyenes irányba történő közlekedés az egy sávból történik meg. Ugye nagyon régóta kérnek ide jobbra kanyarodó lámpának a kihelyezését, ugye, mint ahogy szembe is van a Március 15-e utcáról a Budai útra, de ugye itt az az indok, hogy gyakorlatilag régebben ilyen lehetőség volt, de balesetveszélyes volt, mert egyesek ugye balról kanyarodva úgy fordultak jobbra, hogy kikerülték balesetveszélyesen az ott várakozókat. Egy másik, és szerintem ez lenne a megoldás, egy jobbra kanyarodó sáv kiépítése. Ugye miért érdekes ez a helyzet? Azért érdekes ez a helyzet, mert maga a Csíksomlyó utca torkolata, az út, az magántulajdonban van. Innentől kezdve akárhányszor megkerestem az önkormányzatot, általában azt a választ kaptam, hogy ez az út magántulajdon. Ugye a személyi gépkocsik jellemzően azért közlekedhetnek rajta, mert az önkormányzatnak itt közlekedési, vagy tehát szolgálmi joga van. Ez nagyon jó, hogy itt lehet közlekedni, de maga ugye a csomópont az rendkívül elhanyagolt fizikai állapotban is van, illetve itt van ez a fizikai vagy közlekedési anomália. A másik, vagy hát a sokadik problémás helyzet pedig az, hogy a Penny Market melletti egykori bolgárkertészek telkén ugye újabb ingatlanfejlesztés várható, amelynek eredményeként valószínűleg kereskedelmi objektum, áruház fog épülni, amely a Tordai utcára kapott egy jó széles útkivezetési, útépítési jogot. Tehát a második áruháznak a gépkocsi forgalma is a Tordai utcán keresztül, ami rendkívül kis utca, bár meg kell jegyezni, hogy kereskedelmi vezetnek van az utcának az a része minősítve, az a Tordai utcán keresztül vissza fog vezetődni a Csíksomlyó utcára, és úgy fogják visszavezetni az itt behajtókat a Budai útra. Tekintettel arra, hogy ez a torkolat magántulajdon, én sem azt gondoltam, hogy az önkormányzat újítsa föl, vagy az csak az önkormányzat saját költségén alakítsa ki ezt a jobbrahajtó sávot, hanem egy olyan javaslatom lenne, hogy az itt lévő közületeknek a tulajdonosaival kellene tárgyalni, esetleg egy költségmegosztó megoldást választani a tekintetben, hogy tehát gyakorlatilag 15-20 éve ez a torkolat nem volt megújítva, hogy ez a megújítás megtörténhessen, vagy pedig megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy mégis állítsák helyre a jobbra kanyarodó, tehát lehessen jobbra kanyarodni az egyenes sen kivezető sávból. Én azt szeretném kérni az illetékes bizottságtól, hogy ezeket a javaslataimat, amennyiben a közgyűlés támogatja, vizsgálják meg, és kérem támogassák, mert ezek mind olyan helyzetek, amik a Vacsi közvacsi hegyi
térségben lakóknak a mindennapjait, ugye Talfája, Budaihegy, tehát több helyre kihat ez, a mindennapjait megkeserítik, és nagyon évek óta elhúzódó problémák. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő részletes tájékoztatását. Én mind a három problémával egyetértek, kihívás meg kell oldanunk, úgyhogy javaslom az indítványok mind a három részének az elfogadását. Még hozzá szeretne fűzni Király képviselő úr, tessék. Köszönöm szépen. A mi bizottságunkat érinti elsősorban ez. Én a felsoroltakat meghallgatva, meg el is olvasva, megismerve, én azt javaslom, hogy az illetékes alpolgármesterek is legyenek felelősítéve, hiszen itt azért a rendőrséget, tehát olyan tárgyalásokat kell folytatni, mert ezt ugye önmagában csak maga a bizottság egy előteresztés keretében ezt nagyon nehezen fogja tudni kezelni. Jó? Hát nem mindig, mert van, ahol azért odaírjuk, hogy az illetékes alpolgármester is. Tehát én azt gondolom, hogy vállalják már föl, két alpolgármesterünk van, igen, akiket érint ez. Természetesen a koordinációt okay részt veszünk. Köszönöm. Köszönöm. Akkor kérem, szavazzunk a Pászti András képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester asszony, tisztelt jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Ugye az indítványokhoz kérdéseket lehet föltenni, egy picit nehezen fogom tudni megfogalmazni, de a lényeget el fogom mondani. Tehát a Vaspálya utcának a közlekedési dolgaihoz én külön, mert nem vagyok szakértő, ezért ezt nem elemezném. Viszont ebben az indítványban nem tudom, a képviselő úr miért írta bele azt, hogy a jelenlegi helyzet csak a hunyadi városiaknak jó, mert ez nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az, hogy a Mátyás Király körút és a Ceglédi körútnak az útkereszteződésében van egy lámparendszer, az nem azért van, mert azt most valakinek jó vagy rossz, hanem az mindenkinek jó, mert hogy mielőtt nem volt, csak évekkel ezelőtt, mondjuk 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, akkor bizony nem egy baleset volt a Ceglédi úton, a zebrán, a kanyarodáskor, amikor a Mátyásról kimentek. Én vittem haza olyan gyereket, akit ott elütöttek, én láttam ott idős embert is, akit elütöttek, és mióta fönt van a lámparendszer, azóta azért a biztonság sokkal, de sokkal jobb. Én nem mondom azt, hogy a Vaspályának jó a közlekedési rendszer, mert látom, hogy nem, de a Vaspályán van egy olyan probléma, hogy nagyon keskeny az út, tehát ott is azt próbálja az, aki ezt szakmailag nézi, hogy ne ütközzenek össze az autók. Tehát biztonsági okai vannak annak, hogy hol lehet lekanyarodni, hol nem. És én azt is értem az előterjesztésben, hogy a kreszt be kell tartani mindenkinek és mindnyájunknak azért, hogy ne legyünk veszélyesek. És látom azt is, hogy rosszak azok a forgások, mert nem mennek el 2 kilométert, hanem megfordulnak a cukrászdánál, meg a csokibortnál, meg mindenhol megfordulnak. Tehát látom én ezt. De ha levesszük a lámpákat a Mátyás Király körúton, akkor gyakorlatilag egy komoly dugót fogunk okozni, mert ha megnézzük itt a közlekedésnél, és ezt vizsgáltuk régen, még annó 5-10 évvel ezelőtt, én kérem Dobos képviselőt, hogy ne beszéljen közben, akkor nem azért meg akar zavarni, vagy nem tudom, de hozzá lehet szólni. De van benne szó. Hát ott van, igen, benne van, hogy a lámpák miatt van az egész probléma. Ja, jó. Én azt szeretném, hogy remélem a képviselőtársam átgondolja ezt, és meghagyja azt a lehetőséget, hogy a Mátyás Király körúton ki tudjanak hajtani a hunyadivások reggel, meg délután, mert szerintem az nagyon fontos, és bármilyen elemzés történik, érdemes megnézni, hogy melyik úton mennyi ember közlekedik. Én azt gondolom, hogy a Ceglédi úton a 25 ezeren, a Mátyáson 10-15 ezeren, és amiről beszélünk, azon körülbelül szerintem 5 ezeren közlekedhetnek. De szerintem az is fontos, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mekkora igény van a városrészben. És köszönöm szépen, köszönöm képviselő úr a hozzászólását. Jó, akkor mindennek tükrében kérem, hogy szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e az indítványát a képviselő úrnak a három területet érintően. Akkor úgy látom, egyhangulag történik. Igen. Egybe három volt. Igen, igen. Tehát azt kértem, hogy mind a három területet érintően elfogadjuk, hogy a felülvizsgálat elindul. Igen. Jó, és akkor a következő képviselő úr, Tóth Szilárd képviselő úr ismételten indítványában, illemhelyek elhelyezésével kapcsolatosan. Hát én Szegeden jártam egyszer, a város központ, nem vagyok nagy utazó, valakit levittem Szegedre, és ott láttam egy úgynevezett
okos WC-t, vagy ilyen pénzzel, magyarul kimondva a pénzzel működő automata illemhelyet, illetve hát ugye korábban fél éve, egy éve körülbelül a Polgári Válasz nevű párt indított egy ilyen közvéleménykutató petíciót az irányba, hogy Kecskeméten támogatnák-e ilyen típusú illemhelyeknek a kihelyezését, illetve hát ugye ezáltal a köztéri illemhelyek számának a bővítését, vagy ennek a helyzetnek a megvizsgálását. Ugye itt ebben a petícióban is megmutatkozott, hogy talán majd 1200-an támogatták, ezt most nem tudom, hogy Facebookon vagy hol ment ez a kérdőív, de arról azt a tájékoztatást kaptam, hogy majd 1200-an támogatták ezt a petíciót, illetve hát én magam is kisgyermekes szülőként, meg ugye sok idős rokonom is van, akiknek bizony gondot jelent az, hogy ha ilyen típusú problémájuk van, nem tudnak hova elmenni. Ugye nagyon kellemetlen bemenni egy presszóba, vagy egy étterembe, kocsmába azzal, hogy nem vagyok fogyasztó vendég, csak gyerekek, engedjetek már be, aztán már megyek is, vagy egy benzinkútra. Tehát én azt gondolom, hogy az élet követeli meg a 21. századi Kecskeméten, hogy 3-4 WC, akár egy a központba, illetve hát frekventáltabb kertvárosi részekbe, vagy hát ugye a lakótelepi tömbökbe ki legyen helyezve. Mi ennek az előnye? Az gyakorlatilag úgy olvastam utána, én ezt nem értek, nem vagyok mérnök, meg ilyen típusú műszaki vénám nincsen, de ugye ezek a WC-k önállóan igénybe vehetők pénzbedobás következtében, ugye utána pedig ugye kieresztik azt, aki ezt igénybe vette, könnyen tisztítható, ügyféltértől elkülönített bejárata van, beépített kommunikációs egységgel, világítással, fűtéssel, szellőzéssel rendelkezik, és még a mozgás korlátozottak részére is lehetővé tehető, akadálymentesített verzióban használata. Ugye az is fölmerülhet, hogy egy ilyen okos WC-nek a kihelyezése ugye akár városképi problémákat is okozhat, de vagy gyakorlatilag ez egy fém szerkezet, tehát a külső megjelenése akár egy városközponti szép millióhöz, vagy akár egy lakótelepi játszótéri környezethez is könnyen idomulhatóvá tehető. Ahogy itt utána olvastam, egy ilyen WC-nek a kihelyezés, ez 10-12 millió forint, tehát nem annyira nagy költség, könnyen telepíthető, könnyen takarítható. Amikor én Szegeden voltam, akkor a helyi városüzemeltetésnek az alkalmazottja, miközben a köztéri kukákat ürítette, akkor megállt ez, vagy ilyen kis autója volt, amivel ugye ürítette a kukákat, ott voltak ugye a takarító eszközei, és akkor végezte el a napi tisztító karbantartó műveletét ennek a hát, toalettnek. Én azt gondolom, hogy nem kéne sok, 2-3 darab. Hát tudom, hogy ez már nagy költség, de csak ha egyet próbaszerűen kihelyeznénk, akár tapasztalatokat is szerezhetnénk a működtetéséről, tudva azt, hogy ez humán erőforrást igényel, tehát az biztos, hogy egy főt napi szinten be kell kalkulálni ennek a üzemeltetésébe egy órába. És hát azért kérem a illetékes bizottságot, hogy esetleg amennyiben a közgyűlés támogatja az indítványomat, akkor vizsgálja meg ennek a telepítését. Igen, ismételtem. Köszönjük képviselő úr az észrevételeit. Igen, Város Üzemeltetés Fejlesztési Bizottság, természetesen segítünk a koordinálásba és az együttműködésbe. Úgyhogy kérem, hogy szavazunk róla, hogy támogatjuk ezt a... Igen, Fekete képviselő úr egy... Csak kérésem lett volna ezzel kapcsolatban, hogy a Városházán, a látogatóközponton, én úgy tudom, hogy lesz mozgássérülteknek kialakítva vécé, hogy esetleg ez javít ezen a helyzeten. Igen, mindenféleképpen javítani fog a Városháza nyilvános tétele, tehát hogy egy teljes nyilvános forgalma lesz a látogatóközpontnak, nyilvános illemhelyekkel, úgyhogy ez fog javítani a főtér ellátásán, de a főtéren is ott van egyébként a
bár a mozgássérülteknek ez nem megoldható, de a Városházán ez megoldottá válik majd, de ettől függetlenül érdemes megvizsgálni. Én a játszótereken tartom, egyébként ilyen nagy forgalmú játszótereken javasoltam, hogy azért nézzük meg, hogy hol van olyan nagy forgalmú, nagy átteresztő képességű játszótér, ahol esetleg ez elhelyezhető, bár megmondom őszintén, hogy igazi bacillus és vírusforrás, amit aztán nem tudom, hogy hányan szeretnek. De ha szükség, az szükség, úgyhogy az az úr. Igen, úgyhogy kérem, foglalkozzunk a problémával, úgyhogy támogatom én is az indítványt, szavazzunk róla. Egyhangulag úgy látom a támogatása. Következő napirendi pontunk napenergiával működő lámpatestek kihelyezésével kapcsolatos. Tóth Szilárd képviselő úr. Ha lehet egy kicsit koncentráltabban, képviselő úr, jó? Na hát, ezt... Mert ez ismert, jó. Tehát itt már 100 lámpatestet kihelyeztünk. Igen, különböző tudom, körzetekbe, tehát ez nem ismeretlen a kecskemétiek hát számára. Azért gondoltam ezt behozni, mert ugye, ahol Vacsi közé Betlenváros térségben sok helyen keresnek meg azzal, hogy mit tudom, kellene egy darab lámpaoszlop az utca végére, vagy kellene egy pár 10-20-30 méter hosszan közvilágításfejlesztés. És ugye, hát mint látjuk, ezek a kérelmek sorba állnak, de rendkívül forrásigényesek, rendkívül sokba kerül ezeknek az eszközöknek a kiépítése. Meg energia is kell hozzá. Meg energia is kell hozzá, igen, igen. Ami és korlátozottan áll rendelkezésre. Így van, így van. És jellemzően abban a Vacsi közi térségben, ahol ezek a, illetve hát Betlenvárosból kaptam egy-két ilyen megkeresést, jellemzően egy-egy utca végéről van szó, ami évtizedek óta sötétségben van, vagy pedig ugye ezek az új házak, újonnan kiépülő utcákról van szó, ahova vélhetően a közvilágítás, tehát a hagyományos értelmi lámpatestek akár évek múlva vagy évtized múlva juthatnak el. Ahogy tájékozottam, akár még az egyéni választókerületi kereteink terhére is lehetne oszlopal együtt, én azt gondolom, hogy 100 000 forintból kihelyezhető egy ilyen, amiből akár egy 500 000 forint. Nekünk komoly tapasztalatunk igen. van ebben, minden városrészben van ilyen lámpatest, ja, akkor, igen. Hát akkor akár egy olcsóbb, de ha azt nézzük, hogy akár ez megoldhat egy utca csomóponti, akár több évtizedes közvilágítási problémát, akkor már esetleg megérheti. Ugye előnye az, és nem szaporítom a szót, hogy a működtetése a nappal összegyűjtött napenergiából működik, tehát mikor valaki arra megy, akkor fölvillan. Tudom, hogy ezt sokan ismerik. Én most szeretném ilyeneknek a kezdem, egy pár ilyen igény van, és szeretném majd a egyéni választókerületi kereterje egy 3-4-nek a kihelyezését kezdeményezni, és ezért is gondoltam, hogy ezt behozom. És hát kérem, hogy támogassák, hogy esetleg a lakosság felé is lehetne ezt valamilyen módon népszerűsíteni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Akkor ezzel a témával egy kérdést apolgármester úr foglalkozott, hogy egy-egy városrészek, mert igazából az, hogy most egy-egy pontszerűen kezelünk egy-egy problémát, ennek bevált gyakorlata van a városban, pontszerű kezelésnek, mondom, egy 100 lámpatestre. Sajnos azt kell mondjam, szóval nem akarom elkeseríteni a képviselő úr, illetve a lakosság, a hallgatóság, nézőközönség lelkesedését, de sajnos nem nagyon váltak be ezek a rendszerek. Ugyanis az az érdekes helyzet van, hogy közvilágításra akkor van szükség, amikor sötét van, és pont télen van leghosszabb ideig sötét, amikor a legkevesebbet süt a nap, és hiába állítjuk a paneleket, egyszerűen képtelenek vagyunk akkor a felületet biztosítani egy-egy ilyen pontszerű fényforrásnál, hogy a téli relatíve gyönge megvilágítás esetén is azt a közel 14-15 órán keresztüli világítást biztosítsa a berendezés. Tehát az a gyakorlat, hogy sajnos télen délután 4 óra körül bekapcsol a lámpatest, és este 6-7 óra körül, vagy adott esetben még hamarabb nem, már nem is világít. Tehát ez műszakilag nem egy jó megoldás. Amiben borzasztóan támogattuk, és kísérletképpen elindítottuk, és talán ez valamelyest vállalható, ez azoknak a külterületi útmenti buszmegállóknak a megvilágítása, amelyeknek a közelében nincs hálózat. Tehát én azt preferálnám, hogy azokat a közvilágítással
el nem látott területeket, itt nyilván a beépítésre szánt területekről beszélünk, ahol van villamos hálózat, oda semmiképpen csak azért, mert türelmetlenek vagyunk, vagy időt sürget, ne tervezzünk ilyen akkumulátoros fényforrást, mert nem jó megoldás sajnos. Nagyon sok elindultunk ezen az úton, és tényleg mi is lelkesek voltunk. Hosszú távon egyébként nagyon komoly ráfizetés, tehát pénzügyileg és környezetvédelmi szempontból sem túl szerencsés, ugye ezek az akkumulátorok a tapasztalat szerint 2-3 év után megadják magukat. Egyébként például katonatelepen pontosan ebből az indítatásból felszerelt a lakóközösség képviselői keretből egy utcán egy ilyen világító berendezés sort, és hát most cseréltük le 2 éve talán, vagy valahogy így a hagyományos vezetékes vezérlőszálas rendszerre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Természetesen támogatható mind ilyen kezdeményezés, de meg kell vizsgálni, hogy miről beszélünk konkrétan. Köszönöm. Ja. Fekete Gábor képviselő úr. Én csak Falu György apogámester úr szavaihoz szeretnék csatlakozni, hogy egyértelmű, hogy a közvilágítás fejlesztésre van igény, azonban az én körzetemben sajnos az a tapasztalat, hogy én nem mondom, hogy ne legyen ilyen, mert meg kell próbálni, de az én körzetemben tényleg engem általában azért szoktak keresni, hogy vagy rossz, javítsuk meg, cseréljük le, vigyük el, tehát inkább ez az irány szokott lenni. Egyébként ezeket még Kohajda László, az ön pártársa helyezte ki nálam, esetleg lehet, hogy érdemes lenne megkérdezni, hogy őnek milyen erről a tapasztalata. Nekem egyértelműen azok a visszajelzések jönnek, hogy nem igazán működik. Köszönöm szépen. Igen, királyképviselő. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt jegyző, tisztelt közgyűlés. Én azt gondolom, hogy ne maradjunk ennél, mert az előterjesztés ugye a napelem eső szól. Egyszerűen el kellene érni, amit én korábban mondtam, hogy ebben a városban azokat a fejlesztéseket, amit egy városi élethez szükséges, hogy a közterület világítva legyen, azt biztosítanunk kell. Most itt rugózhatunk azon, hogy az mi a jó, mi nem jó, oda ki kell építeni akkor valamilyen formába, akkor lehet, hogy nem napelemeset, hanem másfajta rendszerre. Tehát itt lehet most itt egymást, hogy mondjam, egy kicsit szivatni, vagy hogy fejezzem már ki, hogy ki mit mondott, meg hogy mondott. Kérem szépen, biztosítsuk ott is, ahol nincs közvilágítás, és szükség van rá, a megfelelő módon azt a lámpatestet, az, hogy az hogyan működik, az én azt gondolom, hogy azt ebben haladunk is. Hát az elmúlt években egy csomó döntést hoztunk róla, egy csomó városrészben a vezérlőszállak kivezetésre kerültek, bekötésbe kerültek, évekre lebontva, egyébként a Vacsi közben is, ugye a Hegedűs közben lett kihúzva a vezérlőszál, mert egyáltalán nem volt vezérlőszál. Egy számtalan Halasi úti hobbiknál vezérlőszálhúzás történt. Tehát 5 éve nem csinálunk mást, felmértük a problémát, minden évben látja a képviselőtestet, hogy melyek területeket vonódnak be a közvilágítás, ezt csináljuk. Aztán majd utána eljutunk arra a pontra, megállapodtunk ugye a Démász, és minden évben húzza be a különböző városrészeinkbe a vezérlőszálakat, és helyezzük ki rá a lámpatesteket. Ez a munka, ez zajlik. Aztán el fogunk jutni arra a pontra, ami már igazából az én szívfájdalmam, és ha már itt a civilek ennyire forognak a közforgalomba itt a mai nap folyamán, ugye a nagyállomás, a nagy feszültségű nagyállomás megépítése elengedhetetlen feltétele a város energia ellátásának. 2016-ban elkezdtük, minden engedélyt elkészítettünk, a kormány biztosította rá forrást, és ott állunk, hogy a kúria megint döntés előtt áll, mert a civilek felháborodtak, fellebbeztek, és a kúria döntésre várunk, hogy egyáltalán zöld lámpát kapjon ez a munka. Tehát húzhatjuk ki a vezérszálat, majd aztán nem lesz áram, amit beleteszünk, azt akkor nézelődhetünk. Elcivilkedkedünk, elrepülhetnek a madarak, és mindeközben mi pedig hatalmas mennyiségben fogyasztjuk és használjuk az energiát és az elektromos áramot. Tehát nekem van egy ilyen problémám is egyébként, iszonyatos heroikus küzdelmet folytatunk az engedélyező hatóságoknál a környezetvédelmi kérdésekkel összefüggésben. Ez is az életünk része. Ez is az életünk része. És jön egy ilyen napelemes rendszer, aminek nagyon megörültünk, hogy használjuk, elkezdtük is használni, és aztán még mindig nem fejlődött oda a technológia, hogy ezt városi szinten tudjuk használni sajnos. Ebben nem fejlődik akkor át a technológia. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és
a polgármesterről felvállal, tehát ezen vagyunk, tehát nincs ez, ebben nem kérdés, hogy ez probléma, ezt látjuk, és ezt kezeljük évről évre, amit a rendszer enged. Kérem, hogy szavazzunk az indítványról, támogatják-e. Egyhangulag történt a támogatása. Következő napirendi pontunk Király József képviselő úr zöld felett öntözésével kapcsolatosan tett indítványt. Köszönöm szépen. Igazából többször volt már erről szó az én olvasatomban is, és hát legutóbb is interpellációban hívtam fel arra a figyelmet, még nyár előtt korábban, hogy figyeljünk oda, mert a klímaváltozás kapcsán olyan hőhullámok jönnek, és olyan kihívások elé nézünk, amelynek egyik nagy szenvedője az a zöld felület, amiből azért mégiscsak hiány van még mindig Kecskeméten, én azt gondolom. Annak a vízutánpótlása, tehát a gondozása adott esetben. És én most azt javaslom, hogy a téli üzemeltetési tervhez, amikor is ott felsorakoztatjuk ugye a különböző eszközöket, megnézzük, hogy akkor melyik utcában hogyan, amikor ha esik a hó, akkor hogyan takarítsuk azt el. Én azt gondolom, hogy a nyári öntözések kapcsolatban ugyanilyen elengedhetetlen, hiszen annál is inkább, mert egyre több fát ültetünk, hál' Istennek. Ugye a civil szervezetek, a 10 millió fások is idén valami 30 ezer csemetét fognak elültetni Kecskeméten, és hát nem beszélve arról, hogy a meglévő fáknak a gondozása, a növényzetnek a gondozása az nagyon-nagyon fontos, és ebben leírtam szintén, hogy ebbe az ütemterbe vonjuk be a civileket is, hogy ha elkészítjük, és akkor, amikor tényleg beköszönt az a fajta nyári idő, amikor szükség van a többlet öntözésre, akkor azt közösen tudjuk megtenni, de ez másképp nem fog menni, csak hogyha látjuk azt, hogy milyen eszközök vannak, van elocsolási, van vételi lehetőség, honnét lehet, mint lehet, ezt állítsuk össze még, mert tényleg nagyobb kiszáradást okoz az, hogy nem kezeljük megfelelően a zöld felületet. Köszönöm. A polgármester úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, tisztelt közgyűlés. Hát ez a munka folyik, tehát a hó- és sikosságmentesítésnél olyan egy sorrendiséget állít föl a város, hogy mely útszakaszokat kell legelőször, majd ezt követően és legutoljára karbantartani, illetve takarítani, nyilván itt a közösségi közlekedés, stb. Tehát itt ilyenfajta sorrendiséget én nem tudnék fölállítani, most melyik fákat kell hamarabb öntözni. Ennél sokkal fontosabb tudni, hogy mit, mikor öntöztünk, és ez a munka, ez úgy van megtámogatva, egyébként szívesen bemutatom, hogy működik ez a rendszer, hogy a város térinformatikai rendszerében most már főkertész úrék segítségével, és a 10 millió fa egyesület is ebbe partner, minden egyes ültetett fát nyilvántartásba veszünk, és ültetési körzetek vannak meghatározva a Városüzemeltetési Kft. Informatikai rendszerében, és az öntözés nyilvántartása zajlik, amiből az látszik, hogy mikor mi volt öntözve. Hozzá szeretném fűzni, hogy nagyon rossz szóhasználat az, hogyha egy elpusztult fát látunk, hogy az kiszáradt. Direkt emiatt a kérdéskör miatt mi főkertész úrral kértünk egy külön látogatási lehetőséget abba az arborétumba, amit egy vállalkozó hozott létre a külső Máriahegybe. Hogy tapasztalatot cseréljünk, és megnézzük, hogy az ott elültetett faállománnyal, amiben egyébként mi magunk is részt vettünk, hogy alakult a helyzet. És bármennyire is meglepő, közel ugyanaz a faelhalási arány mutatkozott, mint a közterületen elültetett fák esetében, pedig ott aztán mindent megkap a fa, amire csak szüksége van, hiszen éjjel-nappal több tíz ember foglalkozik azzal, hogy ott metszegesse, öntözze és így tovább gondozza a fákat. És ennek ellenére az elhalás nagyon komoly arányú. Mutatott olyan területet a tulajdonos, ahol az elültetett fák 90%-a kipusztult. Tehát a kiszáradás az csak egy, a vízhiány csak egy oka lehet annak, hogy egy fa elpusztul. Számos más a talajban keresendő hibák és egyebek lépnek föl. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem nagyon jó az arány. Tehát ahhoz képest, hogy Kecskeméten milyen hatalmas területen, milyen facsoportok vannak és milyen mennyiségben, ahhoz képest nagyon dicséretes az elhalási arány, amit elszenvedünk. Természetesen egy fa elhalása is problémát okoz, de én azt gondolom, hogy nem rossz az eredmény. Egyébként
az ültetett faállomány növekedésére tekintettel a cég egy locsolóautó beszerzésének a folyamatában, most napra készen nem tudom, hogy áll ez, de egy újabb locsolóautót is be fog szerezni a cég, illetve a társadalmasítása is elindult tavaly, amikor több helyen próbaképpen ilyen 1200-1500 literes öntöző pontokat hoztunk létre, és lásd csodát, a lakosság önként elkezdte az ott lévő közeli facsemetéket öntözni ezekből a vízvételi helyekből. Hát lehet, hogy augusztusban volt, hát most igen, lehet, hogy nem lehet elképzelni, hogy augusztusban volt, de hát ugye attól még augusztusban, szeptemberben kellett többször öntözni. Idén természetesen újra lesz, és talán bővíteni is tudjuk, sőt fogjuk is ezeket az öntözési pontokat. Én azt gondolom, hogy elég jó helyén van az kezelve. Tehát egyéb öntözési stratégiát így konkrétan, hogy most mikor melyik növényt kell öntözni, így nem lehet meghatározni. Az a fontos, hogy a Városüzemeltetési Kft. Tisztában van azzal, hogy mikor mely facsoportokat öntözte, és ez alapján az öntözést úgy lehet koordinálni, tehát előre tervezni nem lehet, mert nyilván a csapadék helyzettől is függ, de úgy tudja koordinálni ezt a munkát, hogy ahol szükséges, ahol a beavatkozásra leginkább szükség van, oda tudja csoportosítani az erőforrást. Szerintem teljesen helyén van kezelve ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm a polgármester. Dobos képviselő úr. Köszönöm a szót. Itt egy kis félreértés van itt az indítványnak az értelmezésében. Képviselőtársam azt kérte, hogy időbe fogjunk neki ennek az öntözésnek, és vizsgáljuk meg azt a gépjárműparkot, vagy a lehetőségeinket, hogy tavasszal el tudjuk kezdeni. Ez a kérdésnek a lényege. Jó, hát a polgármester úr megválaszolt, hát hogy folyamatban van. Igen, ő és egész másképp. Nem csak a vizsgálat, hanem például már beszerzése is az igen, eszköznek, róla, ahogy én jól értelmeztem. A polgármester úr egész más mondott, igen. Hogy nem tudja befolyásolni, csak azt látja, hogy mikor volt az öntözés. Ez volt a válasz. Nem. A képviselő... azért több összetettebb válasz volt ennél, de számomra legalábbis összetettebb volt a válasz. Szerintem... megbeszéltük ezt a helyzetet. Döntsünk jó, a lényeg róla, az volt, igen. Hogy időbe kezdjünk-e főkészülni rá. Ebben meg egyetértünk szerintem. Kinek mi a fókusza? Igen, kinek mi a fókusza ez a kérdés? Egyébként hát a közfeladatellátási szerződésnek része ez. Tehát a melléklet tartalmazza, a területre lebontva, hogy mit hogy kell csinálni. Tehát abszolút egyetértek, amit Dobos képviselő mondott, hát ez a napnál világosabb. Igen, föl kell készülni rá, el kell kezdeni. Hát ilyen indítványból akkor 12 egy tucat, tehát hónap után akár 60 indítványt be lehet adni, hogy mit kell még elkezdeni, meg mit kell időbe csinálni. Hát csináljuk, tesszük a dolgunkat. Ez a feladata a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft.-nek. Bejöhetne itt akkor egy tavaszi kátyúzások elindítására vonatkozó indítvány is, hogy kezdjük már a tavaszi kátyúzást, vagy én nem is tudom mi mindenről. Gondolkodjunk már azon, hát zajlik a munka, folyik a munka, hát már néha majd bele őszülök. Hát, köszönöm. Király képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Hát falu alpolgármester úr már igen, már bele is őszült, vagy legalábbis úgy látszik. Nézzék, beszéljünk konkrétan. Ott volt a centrum körüli zöldítés, ami egy nagyon-nagyon szép akció keretében sikeredett, és aztán utána ott volt az, hogy beköszöntött a meleg idő, és közölte a város üzemeltetési Kft., hogy ő neki ez üzemeltetése nincs átadva, és nem tud vele mit kezdeni. A 4000 növény kis cseréből 2000 kiszáradt. Miről beszélünk akkor? Milyen lehetőségről? Tehát itt én azt kértem még egyszer, hasonlóan a téli üzemeltetési tervben, nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy az a felület, amivel rendelkezünk, zöld felület, hogy ahhoz képest megvannak-e azok az eszközök, megvan-e hozzá a személyi feltétel, és adott esetben mik azok, amit egyébként mondott Falu György is, meg képviselőtársaim is, hogy adott esetben a 10 millió fások is mi az, amit el tudnak vállalni. Miért baj ez, hogyha ezt összerakjuk és előre látjuk, még mielőtt beköszönt tényleg a nagyon nagy forróság, és akkor nem tudunk mit csinálni. És a centrumnál is az volt a legnagyobb probléma, egyébként most is megvette a Városépítő Egyesület a tömlőt, 100 méter tömlőt, és a 10 millió fások mentek délutánonként locsolni. Mert nem akartuk, hogy tovább száradjon ki az egész történet, amit közösen mindannyian ott voltunk és elértünk. Én erről beszélek, hogy ilyenre ne kerüljön sor, és erre készüljünk föl. Köszönöm szépen. Igen.
Több mindenről beszéltünk, mindenféle szempontból fontos és összetett a kérdéskör, amin győzi a személyzet és a városüzemeltetés teszi a dolgát. Én nekem ez lett a konklúziója ennek a indítványnak. Kérem, szavazzunk az indítvány elfogadásáról. Ki az, aki elfogadja? Hányan vagyunk? 8-an. Ki az, aki tartózkodott? Tizen. És ki az, aki nem elszavazott? Olyan nincs. Jó, köszönöm. Akkor lépünk a következő indítványra. Nagykőrösi utca felújításával kapcsolatos kérdés, amit kapott képviselő úr, választ elfogadja. Gondolom, hogy nem, mert semmi hozzáértésünk nincsen. Nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester, az a jegyző úr és közgyűlés. Nagyon régi téma, a második főutcánk, úgynevezett a Nagykörösi utcának a felújítása. Ugye korábban erre benyújtottunk pályázatot is, megterveztük nagyon szépen, tehát megvannak a tervek. Én nagyon örültem neki, amikor múlt nyár közepén a Veselényi utca és Nagykörösi utca sarokon beruházó vállalkozás arra hívott minket, hogy faltól falig az ő előtte lévő részt, benne a két járdát, mind a két oldali járdát és a két fasortát azt ő vállalja, saját költségén megújítja. Ehhez a városnak azt kéri, hogy ami alatta van, az utcaburkolat alatt, a védett utcaburkolat alatt van, szükséges csővezetékek vagy kiváltásukat ezt végezz el. Én még annyival megtoldottam, hogy mi lenne, hogyha a Csokonai utcáig azt a 20 métert még bevállalnánk, és elindulna az a fajta rekreáció, vagy felújítása annak a régi utcának, amely tényleg egy összefogás keretében megvalósulhat. Most ezzel szemben ugye azt látjuk, hogy megépül a járda, ott a fákat kicserítik, azt hiszem 5 darab jó előnevelt fát helyeztek el. Én megkérdeztem, hogy ennek mi az oka, és azt mondták, hogy nem igazából sikeredett megállapodni abban a várossal, és erre kérdeztem rá, hogy akkor ennek mi lehet az oka, hogy miért nem lehet ezt már tényleg elindítani, miért nem lehet ezt közösen megcsinálni. Nem akarok belemenni abba a szakmai válaszba, amit kaptam, mert szerintem az nem megfelelő, én bárkivel nyugodtan leállok vitázni, tehát én nem fogadom el az adott választ. Köszönöm szépen. Igen, tehát mondom, hogy végül is egy pár 10 darab, 20 darab mérnök dolgozik ezen a témán, de nem megfelelő a válasz, elfogadtuk, képviselő úr. Akkor kérem, szavazzunk, hogy a közgyűlés elfogadja a kérdésre adott választ. 11 szavazat érkezett, és ki az, aki nem fogadta el? 8 nemmel, akkor így elfogadtuk a kérdésre adott választ. Következő napirendi pontunk a szabadságtéri szelektív hulladékgyűjtő szigettel kapcsolatos. Képviselő úr. Köszönöm szépen. Időközben Szeberényi alpolgármester úrral is már korábban beszéltem erről, és folyamatban van a szigetnek a felszámolása. És köszönöm szépen. Akkor elfogadom. Így elfogadja a választ. Köszönjük szépen. Megtisztelő képviselő úr számunkra, hogy ezt így elfogadta. Köszönjük szépen. Akkor nem kell róla szavazni. Következő napirendi pont képviselői kérdésre adott válasz a Kiskörúton kiemelt gyalogátkelő helyek kialakításával kapcsolatosan. Képviselő úr. Köszönöm szépen. Itt arra kérdeztem rá, és arra nem kaptam választ, de lehet, hogy most alpolgármester úr tud válaszolni, hogy mikorra lesz meg, tehát az a kiemelt kivitelezése a gyalogátkelő helyeknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselő úr. Részt vettünk a Városüzemeltetési Kft.-nek a télinformatikai csoportja, a tervezés, az adatszolgáltatással részt vett a munkában. Még egy drónos helyszín lerepülést is terveztünk végig, és aztán arra nem volt szükség. Szerettük volna tavaly befejezni a kivitelezést is. A forrás biztosított rá. Konkrét határozott időpontot nem tudok mondani, a tervek elkészültek, úgyhogy el fog készülni hamarosan. De tényleg nem merek határidőt vállalni, mert bármi közbe jöhet. Szerintem néhány hónap kérdése maximum. Tehát
Jó lett volna, hogyha tavaly meg tudjuk valósítani a kivitelezést, és hát ez így alakult. Sokszor a tervezés közben jönnek olyan kérdések, merülnek fel, amelyeknek a tisztázása nem egyszerű. Úgyhogy maga a tervezési folyamat is egy kicsit tovább tartott, mint gondoltuk, meg lesz. Úgyhogy rendeződni fog ez a probléma. Ettől konkrétabb határidőt idejében biztos, hogy megvalósul. Reményeim szerint az első fél évben már. Köszönöm. Jó, köszönjük szépen, képviselő úr. Következő napi rendi pontunk ismételt egy kérdés helyközés távolsági autóbuszok útvonal módosításával kapcsolatosan. Képviselő úr. Köszönöm szépen, ez is segít téma, ugye, hogy a Nagykörúton belülre több belvárosi rakó is kérte, és egyébként én azt gondolom, hogy akik itt látják azt, hogy nap mint nap sokszor milyen buszok szelik át a Nagykörútról bejöve a Kiskörutat, teljesen jogos a kérés a tekintetben, mind a por, a zaj, szennyezés, mind pedig a kipufogógáz szennyezés miatt, hogy kerüljék el a városközpontot. Hát itt újabb indok jött be, mégpedig az, hogy ezek a buszok szállítanak városban élőket is, vagy város környékén élők, akik igazából a mi városi polgáraink is egyben. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül el kellene érni azt, amit korábban kitűztünk célul, és nagyon sok olyan programunk van, amelyet közösen megszavaztunk, hogy a Nagykörúton belül a nulla emisszió zónában tényleg végre már olyan járművek járjanak, amelyek megfelelnek rá. És akkor már ez is már egy előrelépés lenne. Úgyhogy én most jelen pillanatban ezt a választ nem tudom így elfogadni. Köszönöm szépen. Egyébként képviselő úr viszonylag könnyű helyzetben megteszi az indítványát, mi aztán utána letárgyaljuk, végigharcoljuk, és aztán én például fél augusztusomat azzal töltöttem, hogy a környező települések lakóit fogadtam, és a felháborodásukat csitítottam. Ezt csak szeretném visszacsatolni képviselő úrnak, hogy ezt levettem, ezt a terhet az önválláról, és ezt szívesen tettem. A polgármester úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármesterasszony, tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselő úr, elnök úr. Ahogy ön is utalt rá, ugye a minisztérium, a szolgáltató és az önkormányzat közt van egy hármas együttműködési megállapodás. Ennek értelmében bizonyos helyközi járatok, azok lebonyolítanak helyi forgalmat is. Ez a szállítási kapacitás be van kalkulálva a közlekedési központ helyi közösségi közlekedés ellátó szállítási kapacitás rendszerébe. 36%-kal csökkent egyébként az elmúlt másfél évben a közlekedő járművek forgalma a Nagykörúton belül, tehát elég jelentős közösségi közlekedésben résztvevő autóbusz. De ez konkrét adat, tehát ezt nagyon egyszerű ellenőrizni. Hát nyilván a szolgáltató nem fog hamis adatot közölni, hiszen elég megszámolni. A meglévő járműforgalom az már jelentős mértékű a helyi közösségi közlekedés részének számító szállítási kapacitást jelenti. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a buszokat esetleg ki is terelnénk a Nagykörúton kívülre, akkor viszont helyi járatos számozott buszokat kellene a helyükre beállítani, mert azokat az utasokat, ezt az utasforgalmi igényt azért mégiscsak ki kell elégíteni. Ez a hármas együttműködési megállapodás egyébként azért is rendkívül jó, mert a buszok igénybevételét sokkal inkább gazdaságossá teszi. Nagyon jó példák vannak erre a városban, speciál most éppen Ménteleken is, ugye helyközi buszok viszik ki, tehát nincsen számozott buszunk, csupa helyközi szolgálja ki, és ez számunkra is egy nagyon kedvező konstrukció. Én azt gondolom, hogy elment a falig a közlekedési szolgáltatónk, a közlekedési központ, ennél tovább ezt már én úgy gondolom, hogy nem lehet csökkenteni. Tehát én továbbra is arra kérem, hogy gondolj át a javaslatát, mert ha itt további buszokat küldenénk ki, akkor azzal a kecskeméti helyi polgáraink közlekedési helyzetét nehezítenénk most már akkor meg. Köszönöm. Képviselő elfogadja a választ, vagy szavazunk róla? Nem fogadta el a választ, akkor kérem szavazzunk a kérdésre adott válaszról. Ki támogatja a válasz elfogadását? 11 támogatással, ki nem? Hányat
látunk. Kicsit bizonytalan, hetet láttunk most így, jó, hét, és egy tartózkodással, jó, köszönöm szépen. Akkor a következő napi rendünk képviselő indítvány szoborállításával kapcsolatosan. Fekete Gábor képviselő úr. Itt hozzák oldalra. Hát ezt az indítványt ugye egyértelműen azért nyújtottam be, mert ugye Petőfi emlékév következik, illetve abban vagyunk már, és úgy gondolom, hogy az indítványomban kifejtettem, hogy ugye kisdiákként itt volt Kecskeméten Petőfi Sándor, ugye maga most is az evangélikus városrészen vagy negyed van, ott volt a régi iskola, amelyben ő járt, és ő ott tanulta a betűvetést. Illetve ugye később is az élete úgy hozta, hogy visszatért Kecskemétre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképp indokolt, hogy egy neki méltó szobrot állítsunk. És úgy gondolom, hogy minden kecskeméti büszke lehet arra, hogy az ország egyik legnagyobb költője ebben a városban gyerekeskedett, és többször is az életében egy visszatérő állomás volt. Úgyhogy kérem. Itt, hát úgy mondta, hogy a betűvetés, de akkor igen, itt tanult megírni is. Ugye a harmadikos korában vitték el, vagy vitte az édesapja szabadszállásra. Úgy gondolom, hogy ez egy kedves indítvány mindenkinek, remélem, hogy ez egy, szerintem mindenkinek egy igazán kedves indítvány, kérem, hogy támogassák. Köszönjük szépen. Staho Pekári képviselő úr. Tisztelt polgármester asszony, Jegyzi úr, képviselőtársaim! Örömmel üdvözlöm ezt a képviselő indítványt, már csak azért is, mert értéktárbizottság, illetve értékmegőrzési bizottsági tisztségemnél fogva nagyon gyakran fordulok meg a Katona József Emlékházban, ahol is Székelyné Körösi Ilona által vezetett üléseken nagyon gyakran kerül szóba Petőfi Sándor élete Kecskeméten, élete Bács-Kiskunban. És ezzel kapcsolatban fölhívták a figyelmemet arra, hogy igen, Petőfi év. Tehát nagyon helye lenne Kecskeméten egy Petőfi szobornak. Ennek a Petőfi szobornak épp azért, hogy megbecsüljük a költő emlékét, a belvárosban kellene, hogy legyen. Méghozzá célszerűnek látszik, és ehhez Kis János evangélikus lelkész úr is hozzájárult, hogy valahol a Luther udvar környékén a templom mellett kerüljön fölállítása. Arról is szó volt, hogy hogy nézzen ki ez a szobor. Az ott résztvevők egyhangú javaslata az lenne, hogy a gyermek Petőfi Sándor kéne megörökíteni, és a gyermek Petőfi Sándor egy asztal vagy egy pad mellett állva, ülve egy olyan zsáner szobor formájában jelenje meg, hogy ott akár a többi kisiskolás, a Kecskemétre látogató gyerekek, vagy akár felnőttek a fényképezkedni is tudjának. Tehát én javaslom, hogy ezt a képviselő indítványt az önkormányzati köztestület támogassa, és egyben fölhívnám a képviselő urak figyelmét, és képviselő hölgyek figyelmét, elnézést, hogy közeledik a Jókai év is. Jókainak jelentős kecskeméti életszakasza volt itt a református kollégiumban, amikor ott jogi tanulmányokat folytatott. Barátok voltak ebben az időben Petőfivel, Petőfi meg is látogatta, és hosszabb ideig lakott az ő kecskeméti lakásán. És ennek következtében azon is lehet gondolkozni, hogy az újabb szobor, tehát most nem a indítványban szereplő szoborról beszélek, hanem a Jókai emlékév kapcsán állítandó szobornál esetleg meg lehetne a két nagy nemzeti költőt, írót együttesen is örökíteni. És akkor lenne még egy Petőfink. Köszönöm szépen. Jó, köszönjük szépen. A bizottságon kijelölve Botozsán Alexandra képviselő asszony.
Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen ezt az indítványt Petőfi város képviselőjeként. Szerintem ez egy nagyon támogatandó kezdeményezés, és ugye szeretnéd megemlíteni, hogy ugye Petőfi városban már található egy Petőfi szobor, és nagyon jó lenne, hogy akkor, ahogy ön is említette, hogy akkor a diákként megtestesített Petőfit láthatnánk ugye ezen a szobron. Szerintem ez egy fantasztikus indítvány, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy támogassuk, és ugye láttuk a bizottsági anyagokban, hogy a Petőfi emlékév kapcsán ugye folyamatosan készülünk különböző rendezvényekkel, és ott is jeleztem, hogy a Petőfiről elnevezett városrész nagyon szívesen látna akármilyen rendezvényt ennek kapcsán. Köszönöm. Köszönjük, képviselő asszony. Képviselő úr, Fekete Gábor, képviselő úr még. Én csak még örömmel hallottam Pekári képviselő úrnak a szavait, hogy én is úgy gondolom, hogy egy ilyen kisdiákról készülő szobor, bár nem én vagyok a művész, talán nem nekem kell szenteni, hogy vannak ebben szakavatottabbak, de úgy, mint kisgyermekes apuka úgy gondolom meg, hogy az, hogy ott egy kisdiákot ábrázoló szobor van, és hogy oda lehet menni fotózkodni, meg egyáltalán azt a, talán átüt annak a szellemisége egy kisgyereknek, hogy itt egy ilyen nagyszerű ember ugyanebben a városban, ugyanezen a részen nőtt föl, és itt járt, kelt nap, mint nap. Ez úgy gondolom, hogy abszolút egy jó irány, úgyhogy én is ezt támogatnám. Köszönöm. Na hát akkor már a művészeknek meg is tudtuk fogalmazni, hogy hogyan gondolkodjanak, ne annyira szabadon, ha jól értelmezem. Iránymutatást adtunk nekik, igen. Akkor kérem, szavazzunk az indítványra. Egyhangú a támogatása, köszönjük szépen, és a Bódozsán Alexandra képviselő asszony indítványa következik az albérleti támogatással kapcsolatosan. Köszönöm szépen a szót. Utolsó napi rendi pont. Próbálok gyors lenni, de attól függetlenül, hogy utolsó napi rendi pont, szerintem egy nagyon fontos dologról kell, hogy most beszéljünk. Ugye Magyarországon az egyik legfőbb probléma jelen pillanatban az az elvándorlás, és sajnos az elmúlt években fiatalok százezrei döntöttek úgy, hogy külföldön vállalnak munkát és elhagyják az országot, és sok esetben ott is alapítanak családot. És Kecskemétre és térségére fokozottan érvényes ez a probléma, tehát itt nem csak külföldre, hanem sokszor megtapasztalható az én környezetemben is, hogy más városokba telepednek, mondjuk a fővárosba, Szegedre vagy Debrecenbe való elvándorlás is jellemző, hiszen Kecskemétről el lehet mondani, nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy nem elég vonzó a fiatalok számára. Be kell látnunk, hogy nekünk felelős kecskeméti képviselőknek az is a feladatunk, hogy egy élhető város teremtsünk minden egyes korosztálynak, Kecskemét minden egyes lakójának. Ez azt jelenti, hogy ne csak kényszerüljön valaki átköltözni másik településre, de szükséges, hogy vonzóvá tegyük ezt a térséget, ezt a várost a fiatalok számára is. Ezért úgy gondoltam, hogy éppen ezért ebben jelent előrelépést az általam javasolt albérlet támogatási rendszer, ami egészen egyszerű, és szeretném most picit ezt ismertetni. Indítványban az szerepel, hogy minden 25 év alatti nagykorú fiatal, aki kecskeméti lakcímű albérletben lakik, és nincsen saját tulajdonú lakása, kapjon havonta 30 ezer forintos támogatási összeget. És egy picit itt is még kifejteném. Ha pedig egy albérletet akár többen is igénybe vesznek, mert ugye ez előfordulhat egy ilyen lakóközösségben, ez az összeg arányosan csökkenjen 15, 10 ezer és így tovább forintokra. Ezt a programot, ezt Alfi 25-nek neveztem el, ez egy mozaik szó albérlet fiataloknak, és ez egy albérlet támogatási rendszer, és aminek keret összegére 100 millió forintot javaslok elkülöníteni Kecskemét megyei jogú város 2022-es költségvetésében. És hát ugye meg kell találni ennek a forrásnak az összegét is, és ez a forrás az nem más, mint az önkormányzat által jelenleg a helyi propagandának nyújtott támogatás éves költségének, hát nagyjából a fele. De nézzük meg kicsit jobban, mi is zajlik itt, és lássunk tisztán, hogy mi zajlik ma Kecskeméten. Itt ugye arról a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.-ről beszélünk, ami magában foglalja a Kecskeméti TV-t, a Híres.hu-t és a Kecskeméti lapokat is. Ezek elvileg önkormányzati forrásból működő, közszolgálatot ellátni hivatott médiumok, amelyeknél a kiegyensúlyozott tájékoztatás az egy alapelv, kellene, hogy legyen egy alapelvárás. Ehhez képest azt látjuk, hogy ezekben a médiatermékekben a kormánypárta és a Fidesz minden egyes alkalommal pozitív színben tűnik fel,
és összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben, mint az ellenzék. És ha mi, ellenzéki képviselők mégis meg vagyunk említve, akkor kizárólag negatív színben feltüntetve, állításainkat sok esetben eltorzítva, csúsztatásokra, vagy volt eset konkrét hazugságokra is. És hát nézzük meg, hogy mi zajlik jelen pillanatban itt 2022-ben. Ez a propaganda csoport most lelkesen és serényen... Ez az albérleti támogatás. Így van, így van, így van, így van, mert szeretném ismertetni, így van. Rendben, hogy mi zajlik én most a... igaz logikusan nem tudom összetenni, de biztos összeáll. Majd ez mindjárt az összeáll a kép, polgármester asszony. Jó. Mi zajlik itt a 2022-es országgyűlési választásokra készülve? Én polgármester asszonytól is szeretném föltenni a kérdést, gondolom tisztában van vele, hogy a napokban mennyi az a keret, ami elérte a... Dehogy nem, majd mindjárt meghallja a képviselő úr az összefüggést. Jó. A napokban elértük az 1.200.000 forintot, amit az önkormányzati fenntartásban működtetett Kecskeméti Televízió és a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Megjelenített és elkölt a Facebookon jelen pillanatban az ellenzék jel lejáratására, és természetesen már pozitív színben elkezdték közpénzből hirdetni ellenfelemet, az alpolgármester urat, Szeberényi Gyula Tamást. És hát ilyenkor joggal merül föl minden jó érzésű kecskeméti emberben, hogy ezért biztosítunk az éves költségvetésünkből 200 millió forintot közpénzből a médiacentrumnak, hogy 3 hét alatt több mint 1 millió forintot verjünk el, szerintem azért lenne jobb helye is ennek a pénznek. És hogyha ilyen ütemben költenek, akkor lehet, hogy elérjük az 5 milliót, vagy akár még többet is az országgyűlési választások is. Természetesen. Úgy gondolom, hogy ezt a közpénz pazarlást ezt be kell szüntetnünk, és ezt a csapot ezt el kell zárnunk, mert ez nem egy végtelen pénzcsap, ami így kifolyhat a költségvetésből, és a propaganda támogatás. Tehát úgy gondolom, hogy le kell felezni, és itt visszatérnék arra, hogy miből szeretnék ugye forrást találni erre az albérlet támogatási rendszerből. Ugye a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Jelenleg biztosított összege az 193.664.000 forintból, 100 millió forintot javaslok a kecskeméti fiatalok támogatására fordítani, és hogyha jutja sok millió Facebook hirdetése az ellenzék lejáratására, úgy gondolom, hogy takarékosabb működésre is át tudnának állni. Indítványom elfogadása szerint ez a 100 milliós összeg, ez egy sokkal jobb helyre kerül, hiszen propaganda kampányok helyett a kecskeméti fiatalok albérlet támogatását segítjük, azt a célt, hogy a fiatalokat itt megtartsuk helyben, vagy akár egy vonzó lehetőséget biztosítsunk. Én nem tudok most jelen pillanatban elképzelni egy olyan indokot, ami megmagyarázhatná, hogy miért költsünk egy pazarló propaganda médiára a város költségvetéséből 100 millió forintot ahelyett, hogy a kecskeméti fiatalok lakhatását, életkörülményeit és városukban letelepedését támogassuk vele. Én bízom benne, hogy a közgyűlés is egyet fog velem ezzel érteni, és hogy mindannyian egyetértünk abból, hogy a közpénzből az önkormányzat által finanszírozott médiának takarékosabban, hatékonyabban és pazarlásmentesebben kell működnie. Tehát itt a kérdés az, hogy propaganda vagy a kecskeméti fiatalok támogatása, a döntés az önöké. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy jönnek sorra a jelentkezések. Vancsura képviselő, falu alpolgármester úr, akkor Nemcsik Mátyás, Levízki Cirilje, Stahó Pekári úr, és gondolom alpolgármester asszony, meg ezt szakmailag majd összefoglalja a lehetőségeket. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt jegyző úr, tisztelt közgyűlés. Rögtön tisztázni szeretném, hogy nem frakciótag által előterjesztett indítványról van szó, és maradjunk a hitelesség talaján. Kettő. Már elnézést, de én most egyetértek a polgármester asszonnyal abban, hogy a beadvány és az indítvány nem arról szólt, amit előterjesztett a képviselő asszony. Teljesen két különálló dologról beszélünk, a kettőt itt összemosni nem lehet. Aki pedig ezt összemossa, az álszent módon teljesen provokatív célból teszi ezt, és tette is ezt sajnálatos módon a képviselő asszony. Mert akinek valóban az a célja, hogy albérlet támogatást nyújtson a fiataloknak, az egyrészt illik, hogy tájékozódjon az ide vonatkozó jelenleg hatályos önkormányzati rendelettekkel kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy van jelen pillanatban élő önkormányzati rendelet. A másik,
Pedig, hogyha komolyan gondolta volna a képviselőasszony azt az indítványt, akkor nem ezt a provokatív jellegű sort jelöli meg, ami mondom abszolút nem ide tartozó téma, ez egy teljesen más jellegű probléma, más indítványt elbírt volna, tehát az általános tartalék terhére kellett volna ezt előtereszteni, hogyha ezt komolyan gondolta volna. Én nagyon nem szeretek olyan beadványokat látni, ami mögött teljesen más célzat van, és nem jelenik meg az a komoly szándék és akarat, hanem éppen a propaganda jellegű indítvány jelenik meg mögötte. Ezt én mélységesen elítélem és felháborítanak tartom. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr a hozzászólását. Én azt gondolom, mindent összefoglalt képviselő úr, úgyhogy én arra szeretnék javaslatot tenni, hogy a téma fontos, és a téma fontosságában alpolgármester asszonyék már régóta dolgoznak, működő támogatási rendszerünk van. Ezeket felül lehet vizsgálni, már hogyha képviselő asszony esetleg a kampány hevében foglalkozik az érdemi dolgokkal is, javaslom, hogy a osztályvezető asszonnyal vegye föl a kapcsolatot, és tájékozódjon, hogy milyen támogatások vannak a 25 éves fiataloknak, és utána alatti fiataloknak, és utána térjünk vissza tartalmában erre a témára. Az egyéb megjegyzését köszönettel fogadta mindenki, végighallgattuk, úgyhogy szavazzunk az indítványáról képviselő asszonynak, én azt javaslom. Ki támogatja az indítvány elfogadását? Négyen támogatták, ki nem támogatja? És ki tartózkodott? Három tartózkodás, és a nemek mennyien voltak? 12 nemmel. Így legközelebb visszatérünk erre a kérdéskörre, de más formában és más hangnemben. Köszönöm szépen a mai munkájukat, képviselőtársaim. Tartalmas napnak vagyunk a végén. És akkor ugye legutóbb kerestük itt a lehetőséget a kávére, üdítőre, szendvicsre. Most van a büfében. Most van a büfében. Igen, a büfétérben van lent, jó? Köszönöm szépen.